Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mindazott állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig a sütőtökön mégis sem van! És pénteken pedig Kazincz Pancika! Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb Morning Show. Az első és egyetlen Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Nincs el, azt hittem van. 6 óra múlt 14 perccel szponzorunk. Hello, jó reggelt kívánunk! Jó hello, Feri, hello, Jani! Hello, szevasztok! Van? Legközelebb kétszer adjuk le. Az elején van, jó, nem hallottam, még nem volt rajtam füles, mert még itt mindenféle tévéműsorokat néztem. Egy hét múlva ilyenkor már, gyerekek, hát egy hét múlva. Jó kis Szombathely! Már alig várjuk. Bizonyám, mához egy hétre már Szombathelyen vagyunk, és ami nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Nem tudom, néztétek-e hétvégén, hogy még kiesi magát az eső. Igen, aztán csütörtökig. Szombat vasárnap pedig. Már 25 fok, májusi meleg. És hétfőn az eső. És utána random mondom, nagyon gyorsan elkezd szakadni az eső. Nem, úgy néz ki, hogy az egész turnéra száraz meleg jó időt mondanak. Úgyhogy hát ez mindenképpen jó csodálatos lenne. Mert ez a hét azért valljuk be őszintén, hétfőtől péntekig megy a levesbe. Igen, a hétvége szerintem nem volt rossz. Szombaton is egészen kirendulású idő volt. Vasárnap is kicsit szelesebb, de jó. Ma ez az eső, ez kicsit olyan szomorú. Jó, de hétköznap van, ilyenkor lehet. Ilyenkor egyébként igen. Kell a földnek. Nem, a májusi eső ér aranyat, ugye? Kell a főnek. Igen, kell a főnek. Július meg az augusztus közepi meg. Fene tudja. Na most kicsit megrémültem, mert 24 fok hétfős eső, szóval most akkor valamit írd át a szoftver. Ne foglalkozz vele. De lényeg, hogy jó idő lesz. Van egy kis tábuk, akik itt forgatnak közben. Ezt csak mondom magunknak. Egyébként én elfejtettem nektek szólni, mert mindenről elfelejtek szólni általában. De ezt már megszoktátok. Tehát megjött egy stábus, biztos, a Bali tud róla. Ők vizsgafilmet forgatnak, és itt vannak velünk. Jó. És bejövök, hogy valamit mondott az egyik, ők a hetes vendég, mintha ezt mondta volna. Aha. Mondom, hogy Jani, mondom, változott az adásmenet ki, Isten, a hetes vendég, aki kamerával jön be. Aztán ő mondta, hogy ezt intézted. Emlékeztem rá, hogy valamikor hétközben, vagy a múlt héten, vagy az előtt megígérted egy SMS-ben jelentkező kis stábnak, hogy majd jönnének forgatni. Igen. Őket ez SMS-ről összekötöttem. Nem, az ott a durva, hogy annyira meglepődtem, hogy forgattak, hogy majdnem leszúrtam őket, hogy miért nyomnak egy kamerát az arcomhoz. Mm-hmm. Gondolod, de ha én megígérem, és közben elfelejtem, hogy forgatnak. Szóval, hogy mert a lépcsőn állva vártak már. No, de Balázs, te szóltam, hogy ilyen kikezdek Jézuson mondani. És akkor esetleg, hogy atya úristen, a következő adat, hogy nem szóltam nektek, és hogy Jani meg jött ki, hogy mi ez itt? Mondom, úristen, nagyon mérges. Erre kiderült, hogy az elmosatlan edényekre, a mosatlan edényekre mérges van. Nem, jó van, akkor nincs akkor a baj. Voltam, azért kiteregeltem őket a szerkesztőségi szobából. Ja, persze, hátrébb jöjjön, igen, kint egy picit lágosabb, de azért megkínáltam egy kicsit őket. Kis finom kis kávéval. Igen, kompromisszumos kávéval? Jó kis kompromisszummal. Igen, tőle nem szeretem, mert állott benne a víz, és gondoltam, hogy azt főzzük le belőle, és akkor már voltak a srácok, gondoltam, megkínálom. Igen. Itt van Anna kis, hello Anna, egy hét után visszatért hozzánk Anna. Júli pihen, Anna viszont visszatért. Anna viszont visszatért. Igen, erre tért egyébként vissza, hogy a kedves kollégák, de tényleg egyébként a pofám leszakad. Már biztos unalmas a történet, de hogyha csak 2-3 porrat hagynának itt hétvégéről, akkor azt mondom, hogy mindegy, belefér, megszoktuk már. Valakinek volt itt egy konkrét születésnapi bulia a hétvégén, és az összes csúvás tányér itt maradt. De nem az a baj egyébként, hogy ez, mert ha fél órával ezelőtt történt volna ez a dolog, akkor azt mondom, nem érdekes, leöblítjük. Szombati, rászállod. Kinek volt szülinapja? Én nem.
Hát olyan sok hétvégi műsorvezetők nincsen, tehát hogy kizárásos alapon. Vagy lehet, hogy valaki behozta. Szokás. Igen, vagy egy rokon bejött, és itt ünnepeltek, igen. Hát lehetett az Argyalán Kriszta, aki még van több hétvégi műsorvezetők, most négy gyereket csak. Na szólok. Jó, van mindegy, akinek volt, ennyi? Annak tényleg füleérje bokáig. Meg a Garamita van, nem? Konkrétan. Mindegy, lefényképeztem egyik körimél. Hát egy 3 méterszer 60 centi csík van végig téve mindennel, és igaza van, ne nézzél rá, igaza van, írjon körímélt. Ne, de, pont erről akarlak lebeszélni, ne érjünk el a házmesterkedés és az öregedés azon fokára, hogy elkezdjük nyomasztó körímélekkel zsibbasztani a többieket. Mi egy államon belüli állam vagyunk a Morning Show, ne menjünk bele egy ilyen körímélezgetünk itt a kollégáknak, hogy mossátok el a tányért. Amúgy elmossák hajdalod. Hát de nézd már meg, hogy nézünk el. Most öreg, ma bejött volna érted az Áder János hozzánk, mert meghívja. Ha mit szólna hozzá köztársasági elnöki úr, érted? Ki lesz a Kövér László lett volna vendégünk, de látta a fotóját, és ezért lemondta. Nem, mondjuk ebben nincs igazat felé, mert ők hozták volna a privát címeres cájgot. Igaz, hogy tudjon kávézni valamiből. Ez is kanalat. 3 méter és egy 50 centi széles csík, ez ugye a kis tálaló szekrénynek a teteje, ez tele van dzsúvával és ganéval. Mondom a kis tábnak, hogy ezt azért ne örökítsék meg. De figyeljetek, igazából az a baj, nem értitek, hogy mi a lényeg, nem értitek, mi történt, de én levezetem nektek nagyon szépen, hogy mi történt. Na, végre. Nagy ünneplés volt, és mindenki evett egy tányérról, egy poáról. Én is ugyanoda teszem 10 órakor, csak most ugye 20 ember tette oda. Tehát én akkor ludas vagyok velük együtt, mert én sem mosom el, én is oda teszem a tetejére. Csak mivel itt volt egy ünneplés, itt 20 pohár, 20 tányér került oda föl, de ugyanazzal a mozdulattal emberünk egyenként tette föl, ahogy én föl. Ebből a stábból azért van néhány ember, aki elpakol maga után, és utána is mondjuk, tehát az Anna például szívesen, ugye, érte nem tudom, hogy szívesen, de ő egy tündérasszony, amikor 10 óra van, összeszedi a mi motyunkat, és elmosogatja, vagy legalább beteszi. Sőt, itt még az elmosogatásról sincs szó, csak hogy vidd be nem a konyhába. Legalább annyit, vagy rak be, így vagy rak be abba a mosogatógébe, egyébként meg a kedves kollégákat másképp kezeljük, mint téged. Mert te számunkra nekem más az inger küszöböm, engem ez a 30 tányér se zavarít. Egyébként tudod, még ránéztem erre a 30 tányér, és tudod, mit gondoltam? Miből fogok kávét inni? Ez volt az egyetlen gondolatom. De semmi már, hogy mérges vagyok, dühös vagyok, nem zavar. Fogtad meg a lényegét, hogy reggel bejövünk, és azzal kezdjük, hogy mosogatjuk el magunknak a poharakat. Igen, én magamra gondoltam egyből. Nem a kollégákra meg, hogy mi ez a kupi. Basszus. Remélem egy csésze még maradt, a többi remélem. Egyet mentsetek ki nekem. Meg téged amúgy is úgy kezdünk, mint egy babát. Akinek gondoskodni kell, akit tisztába kell tenni, akinek tiszta pohár, tiszta tányér kell. Meg kell törögetni, aki szeg. Gyerekek, csak azért, mert Feri 13. kerületi, én pedig vasasos vagyok. Hajrá, vasas! Nyert a vasas, gyerekek! És ez ugye más is jelent. Ja. Ez egy jó kis bemaradást. Ez jó kis bemaradást. Elejében. Viszont mások kiestek, ahogy hallom. Hát igen, ez nagyon sajnálom. Tudod, egyet többen vannak, van, aki kiesik, van, aki bemarad. Hát ez így van. Hajrá, vasas! Ez egy szörnyű világ, de kiesett a felcsút. Hát, igen. Mindegy. Kiesett a felcsút. Ki fog kisfartozni? Szerintem egy rész. Hát nem sokan, ahogy láttam így a hétvégén. Nem mentek sokan? Hát, hogy voltak 50 az ingyenes napon, tehát, hogy de nem baj, majd összejön. De több ezer vendéget várnak. Az erőjárás, hogy a fenébe a kiesett. 10 000 is összejött, akár. Több ezer vendéget várnak, igen. Na mi volt szombaton, sikerült? Örülünk? Hát kérlek. Örülünk? Mutatom! Nem mutasd! Da. Feri lefutotta! Feri, félmaratonista lettem. Megcsináltam, félmaratonista lettem, 2 óra 13 percet futottam, ami nem nagy eredmény, de nekem nagyon jó. Az első mindig nagy eredmény. Hát figyelj, elfutottam az elejét, ugyanis 1 óra telt el, amikor én már 11 kilométernél voltam. Tehát több mint a fele meg volt klasszik, az első tipikus, óránál. Tipikus első futós, amikor elfutott az elejét. Igen, ez nagyon tipikus. Tudom. Igen, ez az első, amit mondanak. Dolgozik az adrenalin. Dolgozik az adrenalin, mész és elfutod az elejét. Mindenki elmondta 50-szer hallott. Előző este még a ízét a büfés néni is mondta, tehát, hogy ne fussd el az elejét, úgyhogy volt egy ilyen jó 11 kilométer az első egy órában, utána pedig szép. És gondolták, hívjátok a Guinness rekordernek, gyerekek, ha itt tartja, nem tudjuk megállítani. Úristen, Kenyában már izgulnak, tudod. Jó, hogy végre itt van egy ős tehetség. Csak eddig nem. Ez nem is. Eddig nem láttuk, és akkor aztán ment a lassulás a dologba. Mindenki tündér aranyos
hangos volt, olyannyira, hogy ez engem már egy kicsit zavart is. De mi van, hogy kolbászok röpültek, és csülkük az acsapát? Nem röpültek, nem. Ne hagyjatok, ne a pacsát, ne kenjétek már. Jó, a zsíros kenyér a homlokon. Kérsz valamit enni, Feri? Nyomj egy kis kolbászt! Parapj ebből a sonkából! Ne, az történik, hogy így szeretnél átszellemülni, hogy életed első maratonjának rajtjának. Igen, kicsit béki hagynak, nem? Tehát, hogy igen. Fél maraton felé. Vagy bocsánat, igen, mások maratonjának. Érezzük, hogy benned van a... Nem, a mások maratonjának a rajtja előtt állsz a félmaratonodnál, és egy picit úgy szeretnél átszellemülni, és tök aranyosan jött mindenki fotózkodni, hogy de jó, hogy itt vagy, és veled futunk, és veled vagyunk. Majd aztán elindulsz, és ugye olyan volt a pálya, hogy futsz egymás mellett ugye oda-vissza, mert ugye ez egy körpálya volt. Köröztetek végig. Hát te kör, két nem kör. Igen, egy 200 méteres kör. Ja, jó, azt nem, hogy ilyen focipálya mellett. Nem, nem, nem. Hányadik körfej, 76-adik, hanem figyelj, hogy szarom maga rohadt élet, és mennyi van, 93 basz, és egy kézilabda pályán, tudod. Végig a Balaton parton gyönyörű ja, helyen mentünk, jó. Ez 10 kilométer volt egy kör, vagy 10 ja. És fél, tehát kettőt kellett megtenni nekem a fél maratonig, és akkor értem szerint elfutsz a másik mellett. És a 18. kilométerben így tök aranyosan mondják, hogy pacsizzunk, szé, Feri, de jó vagy, és mondom, nem akarom, nem bírom megemelni a kezem igen, oldalra. Már most már csak hagyjam. Az életemért küzdöm, tehát hogy nem akarok már pacsizni, de azért próbáltam ilyen oké jeleket mutatni meg minden. Vissza, és amikor beérsz és oda borulnál a békád nyakába, a gyerekeidet magadhoz ölelél, akkor odalép hozzád a speakere a izének, a cuccnak, hogy megcsináltad Feri, hogy vagy, meg minden, és én próbáltam mondani, hogy figyelj, jönnek be utána, mondjad az ő nevüket. Ennyire nem futottam a végén. Jó, köszönöm, most elmegyek, harapok valamit, és utána. Igen, és utána futok még egyet. És próbáltam neki mondani, hogy jönnek még utána, hát ők ugyanolyan futók, ők megérdemlik, hogy mondd a nevüket, de és hogy vagy, és milyen volt, és akár igen, tudom, egyébként egy csomószor van az ember életében olyan, amikor annyira láthatatlan lenned. Igen, egy kicsit szeretném, hogy néha egy kicsit hadd legyek láthatatlan. Tök jó az, amikor tudsz vegyülni, ott vagy beleolvadsz. Ilyen hiányoztál volna oda, mert a Feri beért, és akkor érezte, hogy olyan kis könnyebbségre van szükség, és ott van Balázs. Hey! De jó lett volna. És mit akarsz volna, nem? De jó vagy. Futottál, nem? Hogy vagy? Kiváló formában vagyok, hölgyem. És ő, szevasztok, puszi nektek. Igen, itt fekszünk egy jachton a Balaton közepén. Látod ezt a motorcsónakot, mert ott azon ülök. Egy Daikinivel. És így kiürült volna a partodból, és akkor csak egy néhány. De jó lett volna, hívek, te. Egy sasnak a víjogását lehet. Meg néhány futó. Igen, néha egyébként tényleg jó egy kicsit. Jó egy kicsit. Jó lett volna. Estére jött meg az érzés, ez a megcsináltam érzés, akkor tényleg tök jó. Felöböltöttél a szobába. Feri, már meg azt a pacat, legyél, ne üldözzél már rendesen. És mi volt? Este oda pirítottál egy brutál vörösboros bőrkölt, valami semmi? Nem, kérlek szépen, még a Balaton parton egy gyönyörű süllőt toltam magamba, így jutalomként. Az élve? Igen, persze, úgy, de úgy, hogy legyúltam a vízbe. Megsülsz, kis barátom. De miért nem fölgőlt? Letéptem a fejét, és megöttem. Megeszlek, éhes vagyok. És nem volt semmi, tegnap volt már ilyen pörköltös dolog, még fröccsöket fogyasztottunk a győzelem okán szombat este. Izotóniát. Kerepesi úti temetőben ünnepélyesen eltemetétek az abszolút? Tehát nem volt semmi? Vége van. Volt egy ilyen tiszteletadás, levegőbelövés, zapszelet elszeheltem. Ne, alá egy békön. Igen. Ne, a jó békön nem pazaroljuk el az zapszeletre. Úgyhogy ilyen volt, tehát csodálatos dolog. Ott egy picit nekem sok volt, de mindenkinek nagyon köszönöm, tényleg rendesek voltatok, de talán jobban át tudod élni. Érted? Tehát az nem volt a befelé fordulás egy picit. Kicsit hogy kell most az. A fége, hogy a fél maratonodra neki futsz. Ott voltak ugye, pénteken beszéltünk a DK-sokkal, küldtek nektek ajándékot. Jani egy tiszteletbeli DK-poló, én nyilván van rá nagyon ügyesen. Engem a DK nem akarja. Én ellenpést vagyok. Igen. Köszönöm a DK-pólóid. Ez meg a tiéd. Csak a hülyék futnak, igen, nagyon jó. Meg neked küldik. Megígértem, hogy átadom. Jó? Na, ők is ott de voltak, végre valaki, aki tényleg eltalálja a méretet. Hát legalább igen. Mondjuk az a csoda, hogy a DK-soknál van S méret. Kérdeztem is, hogy a Jani hogy kerül közétek. Hát mondták, hogy a futás miatt. Na, tiszteltem, hogy elül egyszer. Úgyhogy ilyen. Ilyen a dolog. Inkább tudod, mi az érdekesebb a 4 hónapra visszagondolni a felkészülésre, hogy azért úgy válom veregetem. Az a rohadt sok zapszelet. Igen. Hogy azt, hogy láttam az arcodat. A lemondás. Tehát, hogy hol vannak a gyönyörű kolbászok, felsálok, tehát, hogy ezek nincsenek meg. Hát majd most újra. Majd most visszaszedjük a 140-re, fölmegyünk, és lehet újra kezdeni. Ez erről szól. Ez erről szól egyébként. Ez egy nagy dolog azért. A büdös életben nem lesz ilyen. Ez egy ilyen nagy dolog. Odaadjam? Le, nem. Ez pont az, amit vagy megdolgozol érte, vagy. Az a legkeretlenebb, tudod. Honnan a félmaratot kaptam? 30 félmaratot? Nem, 30 ajándék. Nem bírom a monotonitást semmiben, úgyhogy nekem ez sajnos.
Sajnos ez kimarad, bármennyire nagy dolog, ez nekem nem. Én teniszezni nem bírnék, mondjuk az értelmetlen is, ugye szokták mondani, hogy ez egy labda játék, után. Ugye ez meg sport teljesítmény szokták mondani. A labda játékok vannak, meg a futás, itt pont elmondták nekem ezt a hétvégén, hogy ezt bármikor mondhatom. Neked egyébként Soma birtokolja az érmet, tehát ahogy beértem, ő leszett a nyakamból, és ezzel alszik így. Na jó van, hát ez is teljesítve. Szuper, akkor így van, kipipálva. Megértük ezt is. Magyar érettségi van, ezt is tapsoljuk a gyerekek. Hát, na, vonulnak diákjaink megküzdeni a magyar érettségével. Reméljük, hogy nem fingatják meg őket nagyon, és értelmezhető, értelmes, és az elmúlt 4 évben valóban tanult érettségi tételeket kapnak majd. Igen. Nagyon drukkolunk nekik, hogy valami olyat legyen, amit felismernek, nem? Igen, ez az értelmezése magának, igen, a felvetésnek, ugye az szokott érdekes lenni. Minden évben kiderül a matek érettségén, hogy az összeállító bizottság se tudja egyértelműen a választ, hibás valami a feladvány, egyébként meg a tanárok se tudják megoldani, és hogy tényleg mindenki menjen a fenébe, aki rommá szivatja a gimnazistákat, ők csak gimnazisták, nem egyetemi docensek lesznek. Tehát hagyják őket érettségizni. Picit olyan mindig, mint hogyha 2 nappal előtte megébrednének, és ilyen fel. Te a feladatok, lajos, kész vannak, hogy milyen feladatok? Matek. Hát A legnehezebbet mindig kiderül, hogy tényleg rommá szivatják őket, nem? Évről évre csűrik, tekerik, vagy olyat kérdeznek, amit még nem tudnak, vagy amit már nem tudnak, vagy aminek nincs jó akkor megoldása. Akkor jó mondta, Lajos. Évről évre csűri Lajos. Évről évre csűri Lajos. Most nincs kiszivárogtatási botrány? Még nem került ki a nem, az tétása? Még korábban, majd hol van. 7.55-kor. 7.55-kor már kiderül. Igen. Na jól van. Ha, egyébként a futáson kívül is csendes hétvége volt, nekünk nem voltak ekkora dolgok, de jó volt egyébként. Visegrádon voltunk, pisztrángoztunk, gyerekek. Visegrádon pisztrángozó tó van. Tényleg? Igen. Oda mész, ki tudod fogni a pisztrángot. Ja. Ahogy mész föl a várhoz, nem mész föl tovább. De van lenne egy búvár, aki kidobja. De az az vágába. Nagyon jó voltunk, elmondom, hogy Visegrád, hogy mész föl a Fellegvárhoz, elindulsz balra, de nem mész föl, ahogy megy föl a betonút és indul a Szerpentin, hanem tovább mész egyenesen. Beérsz az erdőbe, és pisztrángos tavak vannak, ahol te ki tudod fogni gyerekkel a pisztrángot, adnak pecabotot. De ezt tudják a tulajdonosok is? Tudják. Meg sekélyvíz lappáccal is lehet. Egyetlen egy baj, vagy ha kifogod a pisztrángot, nem lehet visszaengedni. És a Benny annyira cuki volt, és annyira imádta, mert ő nagyon beugrik helyébe egy másik. Nem, az van, hogyha te megfogod a pisztrángot, tönkre megy a bőre, megfertőződik, és azonnal elpusztul a pisztráng, annyira érzékeny hal. Ha egyszer a pisztrángot megfogtad, vége. Nem, ezt tudtam, azt és tudtam, hogy mondjuk üntetem, hogy lila füreden van, de hogy ez a Visegrád. Visegrádon van, meg is csinálják az étterembe, tehát kifogod a pisztrángostónál, lesétel 100 métert, és ott frissen megsütik az általad fogott pisztrángot az étteremben. Nagyon jó, adnak pecabotot, kukacot, minden. De gyerek, csontit, arra megy. Figyelj, tudod, hogy fogják a pisztrángot? Rárakod a horogra a csontit, bedobod, kész. Ilyen egy percenként, kapás. Oda mész a toppártyára, rámutatsz, kihozzák, igen, vaku villat, és már mentek az étterembe. Hallod? Én nem tudom, hogy gyúrják be ezeket a pisztrángokat, de hogy itt mindenkinek van sikerélménye, és a Benny 5 perc után, mikor azon imádkozott, hogy nehogy ráharapjon a csontira, mert ő nem akarja megölni. De lásba. Föltekert a botot, és mondta, hogy nem. Isten mellett, tessa, itt van. A sétasebet, ugye család repül. És mondta, hogy nem akarja kifogni, mert nem akarja megölni. Annyira büszke voltam rá, basszus. Mi ettetek egy rántott spárgát, és hogy jöttetek? Éhesen hazamentünk. Kicsit irigykedtünk azokra, akiknek sütik a pisztrángot. És mondta, hogy nem, hogy ő nagyon szereti, és hogy persze oda ment azért a szákokhoz, a különböző helyeken megfogta, de azt mondta, hogy nem, ő nem akarja megölni. És mondta, apuci, biztos nem lehet visszaengedni. Nem, de apu, engedjük már vissza. Akkor én nem egy jó műlegyes salátát. Itt van egy kis csont, nyisd ki a szád, öntök bele. Így áll rá vizet, nagyon szárad. Így áll rá vizet, hogy jobban csúszol. Apa, ez olyan, mint a fűrészpont. Nem mondd el, senkinek kifizettük. És visszaadta a botot, hogy ő nem hajlandó pisztrángot fogni. És olyan büszke voltam rá. Ilyen kis apró kis sikerélmények. Menjünk inkább szarvasra vadászni. Inkább vedd elő a puskádat, amivel a múltkor lelőttél egy nyugdíjas. És jöjjük meg azok az ártatlan tapsimüleseket, de sokkal jobban tetszett a múltkor dobogunkön. Ezek az a pisztrángok nem szeretnek. A múltkor voltunk ezen a marhataglózáson. Amikor szem előtt tél egy őzbakot, az sokkal jobban. Az én, de én utálom ők. De ezek a kis halak olyan aranyosak. Igen. Na szóval ez volt, képzétek el. De jó hely, menjetek el, nézzétek meg, nagyon szép. Nem ismertétek a pisztrángos tavakat Visegrádon? Mindig tovább. Soma imádnám, mert szeret pecázni, akkora botot kap, mint az ég, és ott tud állni egész nap pisztrángozni. Na, haza kell vinni. Annyi a córesz. Annyi a ugye meg kell venned kilója, mint tudom én, 2000 forint, de... Na jó, van játékunk. És mozogtak egyébként, vagy? Nem volt figyelj, ezek telepített pisztrángok, és próbáltam kideríteni, hogy a lazac és a pisztráng az ugyanaz-e,
ugyanaz-e az ár? Tehát aha, maga az ugyanaz-e az az állat? Ezt tényleg megkérdezted, hogy a lazac meg a pisztráng ugyanaz? Igen. Aha. És két ellentétes választ kaptam. Valaki azt mondta, hogy a lazac pisztráng, az lazac pisztráng. Az ugyanaz. Ja. Pisztránglazac? A pisztránglazac. A lazac és a pisztráng nem ugyanaz. És teljesen összeszavarodtam. Van a pontkecsege. És önkecsege. És a disznó tehén. Van a pontkecsege és az, hogy önkecsege. Ránézés, önkecseg. Na de most mi van? Majd segíts akkor nekem. Én teljesen hülye vagyok halból. Hát ezt kétem. Van a lazac pisztráng, az egy létező külön faj, de a lazac, amit te gondolsz, az a gyönyörű, ilyen narancsos színű hús, húsú hal, az ugye a tengerben él. Van a lazac, van a pisztráng, és van a lazac pisztráng. Van egy háromfajta van. Igen, igen. És a mi pisztrángunknak lehet, hogy így valami közük van egymáshoz, de ez két külön kaja. Tehát én már csak a kaja felhasználását tudom a dolognak. Néztem, egyik se volt narancssárga. Mondom, mert jó palira vettek engem, hallod, meg ezt a narancssárgán. Mi az Isten ez? Na jó, van, az ismétlésünk már elmarad, mert hogy elbeszéltük az időt, de egy hétfőn általában el is szokott, mert annyi minden történik, annyi mindenkivel, hogy nem szoktunk nagyon ismételni. Viszont kikaptunk a múlt héten. Ja, és elég csúnya, azt mondom, hogy 4-1 volt. 4-1-re elpopsisztatok bennünket, úgyhogy abszolút van remény, lehet jelentkezni most is a játékra. Jó? Verhetőek vagyunk, a múlt héten ez kiderült, hogy abszolút verhetőek vagyunk. Bizony. De mi nem csúszunk le az MB2-ben. Ja. Mi azért MB2-ben nem megyünk, mint a felcsút. Ez nagyon vicces. Ja. De hogy, igen, hogy baj legyen. Menjünk el hírekre, ezért nem szabad, hogy kiesett a felcsút. Szóval, hogy jelentkezzetek játékra. Nehogy meglepő, hogy azt lerakjanak egy pár kilométer sínt az utcátok, azt elgázoljon a kis vasúfát. Nyugi, én minden este úgy fekszem le, hogy ma este vajon jönnek-e értem. Nem tudom, miért én most már hetek óta. És hajnalban fölkelek, és arra jöttek, most se jöttek. Igen. Most se jöttek. Nagyon csúnya baleset érte Balázs, nagyon verték pisztrángokkal. Na szóval írjatok, jó jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 7 óra, Ákos. Köszi, Jászberémjen mérik a kifelé haladókat a tűzoltóság után. Micsiász küldte nekünk, Népligetnél esik az eső. Hát mindenhol esik az eső, azt ne is küldjetek el, sok helyen esik, ez nem fontos. Ez olyan, mint hogy télen -4 fokban januárban elküldi valaki, csúsznak az utak. Drágák vagytok, de sok helyen esik. Tehát ez igazából nem is bír most információ értékkel, az ország nagy részén esik az eső. Na. És ez így lesz péntekig. Így van, de reméljük, hogy jövő héten hétfőn már nem lesz. Jó? Nézzétek el nekünk, hogy most picit ilyen önzőek vagyunk. Igen, most essen. Most essen ki magát. Lehet, essen akkor előre. Kezdődik az utolsó. Az utolsó. Így van. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggel! Halló, halló, jó reggelt! Norbi vagyok. Norbi, honnan hívtál minket, Norbi? Hát én Bakoncsernyén lakom. Bakoncsernye? De én most dolgozom. Nem ismersz véletlen Bakoncsernyén egy Szabó Zoli nevezetű srácot? De ismerek. Ismered a Szabó Zolit? Üdvözlöm, mondd meg neki. Hát de melyik? Hát mondjuk a kettőt ismertem, egyik az apukája volt, a sajnos meghalt. Akkor a fiatalabbat egy gimnáziumban jártam. Igen. Az utcánkban lakik. Na, üdvözlöm. Három házalod épp. Üdvözlöm, mondd meg neki, a bari üdvözlöm. Fölöttem járt egyébként. És adja vissza azt a 20 forintost, amit a büfénél kölcsönkért 86-ba. Adja vissza a toltartómat, mert adott, és keresem a Miki Egeres toltartómat. Még egyszer, bocs, hogy levarta a barátnőt. Norbikám, kivel szeretnél játszani? Velem. Hát, ha már így Bakoncsernyei közös ismerőseink vannak, essünk egymásnak. Mehetünk? Nyugodtan. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Banáskám, na. Norbikám, akarsz? Természetesen. Na, kérdezzél, akkor figyelek. Na, figyelj. Nagyon-nagyon régóta hallgatlak már benneteket. Tényleg? És mindig, hát így, ahogy mondod. Komolyan mindig mondod? Azt veszem észre. Hogy a fenébe van? Hogy te vagy a középpontban. Ez hogy van? Ez a személyiségemből jön. Egyszerűen én hidd el, hogy próbálok háttérbe húzódni, de valahogy ez egyszerűen nagyon nehéz. És, ez egy belülről jövő erő. Szerinted ez a Ferinek és a Janinak ez hogy esik? Hát kérdezd meg tőlük. Hát, hallod, sír a Jani. Sír. Zokog itt mellettem. Nálatok milyen idő van? Milyen idő van? Hát milyen idő van nálatok? Ugyanilyen van nálunk. Esik nálatok? Hát te már kérdez. Reggel mikor indult, leső. Az eső esik? Tényleg? Leső esik. Akkor úgy, ahogy mondod. Komolyan mondod? Így, ahogy mondod. Voltál kint végén, Majánison? Hol?
Majális. Mikor? Igen. Tegnap állítólag Pesten valami nagy banzáj volt. Ki mondta ki? Az, hát, én. Ott becsúszott egy nagyon durva igen szerintem. Az 57. másodperc. Ki mondta? Nem is hallottam. Nekem? Most, ha én nem vizionáltam be ezt a dolgot, ha nem akartam nagyon ezt a pontot. Közben. Akkor... Igen, te közben sírtál. Még ez is igaz, igen. Jó. Most lehet, hogy érzékenyültem. Norikán, figyelj ide. Meg kell hallgatnunk. Meghallgatjuk, és hírek után bemondjuk az eredményt. Csókoltatunk, el kell mennünk hírezni, hogy ne csúszunk meg, de mondjuk, hogy mi volt. Nagy játék volt, én imádtam, szerettem. Nagy csata jó volt. Jó? Jó, de az hát üdvözletet remélem, add át. Remélem, az üdvözletet add át. Átadom. Szabó Zoli, csókoltatom. Remélem nyerek, mert nem volt az eljegyzésünk, ott kimondtam a tiltottot. Igen. Elmondjuk a hírek után, jó? Köszi. Jó, oké, rendben van. Ciao, hello. Hello, sziasztok. Gyerekek, már annyi reklámunk van, már nem tudunk beszélni. Akkor csak. Az eszem megáll. 6 perc a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Morning show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Gyerekek, most, hogy hallom, hogy milyen szponzoraink vannak, elmegyek egy vasárnapi mizsére. Hát, viccelsz. Tízes mizse. Hogy ezt most meghallottam, hogy Zsűltől, hogy kiszponzorál, ott álljunk a vasárnapi mizsén. Én először nem mertem hozzá nyúlni, mert azt hittem, hogy Lajos mizse. De hogy, hát, de, hogy így a tied, azért én nagyon gondolom beleiszom. Ez nem a Lajos mizse. Ez a Lajos miért hagyja? Érted ez? Nem vigyázz erre. Hát felturboztuk egy picit a műsort, ugye a jövét. A kitelepülésre nem szabad elfelejteni, hogy jövő héten ilyenkor már Szombathelyen lesz. Szombathely, megyünk hozzátok. A pontos helyszíneket természetesen meg fogjátok tudni majd időben. Fönn lesz ugye a Facebook oldalunkon, honlapunkon. Mindenhol. Kassz FM-nek a honlapján, a mi honlapunkon, más honlapján. Arra oda is feltesszük. Föltörjük más honlapokat is feltesszük oda is. Felrakjuk a Music FM honlapján. Igen. Hackerek jelentkeznek. Mindenki honlapjára feltesszük. Csak mondjuk egy gyorsan a helyszíneket, tehát Szombathelyen kezdünk, hogy már készüljenek azok, akik ugye jönnek majd ki hozzánk egy hét múlva. Székesfehérvár. Székesfehérvár. Így van. Szerda. Szöged. Így van. Csütörtök. Bíkis Csaba. A hazatérés. Ahol állítólag... Két utolsó új helyszín. Ahol állítólag vagyunk is, meg nem vagyunk, meg hallanak is, meg nem is, meg ott... Return of the Ferry. Igen. Lehet, hogy oda megyünk, és senki nem lesz, lehet, hogy oda megyünk, és 3000-en vannak, mert hogy ellenmondó vélemények vannak Békés Csabára. Igen, hallunk benneteket, tök jó az adás. Nem Békés Csaba, sötét lyuk, nem vagytok, és nem hallunk benneteket. Igen, az a fura, hogy azok, tehát akkor, amikor azt mondják, hogy hallanak minket, akkor mindig hallunk egy kis kuncogást utána. De igen, hallunk benneteket. A saját fülemmel akarok elmenni Békés Csabára, és meghallgatni, hogy ott van-e Klassz FM, mert mondom, ezt is hallottam. Csak nagyon fog neki fájni. Ezt is hallottam, azt is hallottam. Vagytok, jól szóltok. Nem vagytok, egyáltalán nincs, elmegyünk, M5-ös, fekete lyuk, nem vagytok arra. Írja meg már pár Csabai. De már megírták egy csomóan. Igen, vagytok. Nem vagytok. Tudja, hogy ezek Csabaiak voltak. Azek a másik lehet. Lehet, hogy valaki Sopronból írta nekünk. Na, úgyhogy csütörtök, hogy Békés Csaba, és péntek. Kazincz Barcika. Már többször ígértük magunkat, úgyhogy most megyünk is. Már legalább kétszer ugye foglalkoztunk a várossal, és akkor polgármester úr meghívott. Az meg nekem egy kicsit hazatérés, mert állítólag ott rengeteg a pornofüggő. Na, hát akkor ott lesz közös témád a hallgató. Ha ne, úgyis a polgármester úr, természetesen. Ugye kiderült egy kutatás, hogy Kazincz Barcikán töltik a legtöbb felnőtt tartalmat, föl is hívtuk akkor a polgármestert, és már akkor megígértük, hogy oké, na, ha lesz kitelepülés, akkor megyünk, és mi tartjuk a szavunkat, úgyhogy beírtuk a Kazincz Barcikai helyszínt, azaz zárjuk majd tehát a turnét jövő héten pénteken. Ahogy Jani is mondta, újságban, Facebookon, Morningshow.eu-n, mindenhol ott vannak a helyszínek, a pontos helyszínek utcával, térrel, úgyhogy meg tudjátok nézni. Jó, hogy hol leszünk. Gyertek sokan! Mindenhova! Gyertek, integessetek! Búcsúzunk! Ki tudja, jöhettek-e még legközelebb. ezért érdemes ezt a kitelepülést nem elmulasztani. Na, gyorsan egy-két közlekedés hír. Azt mondja, hogy 67-es főút Kaposvár felüli M7-es autópálya felhajtóján valakinek kifolyt a gázolaj, így csúszós az út. Peti küldte nekünk. Aztán M3-as Aszottól Miskolc felé száraz az út. Bécike üzeni, Soroksártól Dunaharasztig. Dugul az 510-es, nagyon lassan alaszolunk. Papino küldte nekünk. Jászberényben mérik a kifelé haladókat a tűzoltóság után, és Récsák felől a Récsákiak
Pest felülieket mérik. Tehát mész Rétságra Pest felül, akkor beleszaladsz. Beleszaladsz a trafiban. Ez milyen szép része van az a Rétság ott, amerre úgy mész. Nagyon szeretem. Szép, az csak meg nem, hogy mész ugye Vác után Rétság, nem tudom, és akkor ott mész. Gyönyörű részek azok ott a határ felé. Rétság után ott van jobbra Bánk. Bánk, a Bánkító is gyönyörű. Nagyon jó hely. Nagyon szép kis hely. Picit följebb még északra, ott van Széchenyi. Széchenyi is egy nagyon szép kis város, azt is ajánlom mindenkinek. Én voltam ott, még táncreakciót is forgatni. Hát te jó, neked az egész ország ebből van, meg a táncreakció, vagy mi volt a másik, amit mindig mond, de megálló és táncreakció. Emlékszem a Soproni főtérre, ahol táncreakciót forgattunk. Na, tegyünk véget, vagy vessünk véget ennek a fekete-fehér-igennemes küzdelemnek, ami most itt történik, mert nem tudjuk eldönteni, Jani kimondta, vagy nem mondta. Volt a kint hétvégén, Maján is van? Hol? Maján is van. Volt Maján is? Mikor? Igen. Tegnap állítólag Pesten valami. Én basszus semmit nem hallottam. Ne szórakozzál, még egyszer játsz le, légy szívesen. Mutasd, figyelj. Itt vagy mi? Volt a kint hétvégén, Maján is van? Hol? Maján is van. Volt Maján is? Mikor? Igen. Volt Maján is? Ezt kérdezed vissza. Volt Maján is? Mondja, igen. Milyen? Igen. Lehet, hogy itt arról van szó egyébként, hogy annyira akartam azt az igent, hogy olyan élesre voltak állítva a receptoraim, mint senki ebben az országban. Én ritkán van úgy, hogy nem hallok egy igent, vagy egy nemet, de én ezt most nem hallom. Itt vagy mondod, volt a végén, Maján is van? Hol? Maján is volt Maján is? Mikor? Igen. Nem volt. Volt Maján is, kérdezette vissza, harmadjára visszakért, volt Maján is? Azt mondja, igen. Így mondod, volt a kint végén, Maján is van? Hol? Majális. Volt Majális? Mikor? Igen. Tegnap. Ott ebben van. Nincs igen. Ott van. Hétvégén. Ebben nincs igen. Siketek vagytok? Az igen helyett hétvégén. Ha az volt, voltál már és a hétvégén. Ebben nincs igen. Figyeljetek, hallgass meg. Hallgass, hogy hétvégét van. Így vagy mondod. Volt hétvégén. Majális. Majális. Volt Majális? Mikor? Igen. Nem. Nincs benne. Az akkor az igen. Nincs benne. Nem hétvégén. Nem. Még egyszer elmondja, hogy hétvégén. Hétvégén. Nincs benne. A játékos nem hülye, nem mondja kész, hogy hétvégén. Nincs benne, igen. Gyerekek. Jázd le még egyszer. Így vagy mondod. Volt a kint hétvégén. Majális van? Hol? Majális. Volt Majális? Mikor? Igen. Nincsen benne! Azt mondja, hogy voltál hétvégén? Hétvégén! Mikor? Hétvégén! Ebben nincs igen! Senki nem sajnálja azt az ajándékcsomagot. De legyen! Szórom ki a hallgatóknak mindig, amikor csak tehetem. Nem, nem kell mentegetőzni. Nem az ajándékcsomagon van szó. Akár még oda is adhatjuk az ajándékcsomagot. Jó, az elegyél puha. Volt a kint hétvégén, Majálisan? Volt Majálisan. Mikor? Igen. Voltál kint Majálisan hétvégén? Voltál. Mikor? Hétvégén. De a Majálisan. Ha állandóan az, hogy hétvégén valaki, az egy igen. Ebben nincs igen. Még egyszer járt le. Ez is jó. Beatbox szólt is. Itt vagy mondod. Voltál kint hétvégén, Majálisan? Voltál kint hétvégén, Majálisan? Majálisan. Volt Majálisan? Mikor? Voltál kint a Majálisan hétvégén? Volt Majális. A hétvégén. Ennyit mond. Ebben nincs igen. Tényleg nem mondhat azt, hogy hétvége. Kitelepülés a zsűrével. 50 felé, ez vár rám. Nem mondhatod azt, hogy ez egy hétvége. A zsűr süket. Hagyjál már, Vikiát. Nézd meg a zsűr. Örülünk, hogy él. Gyerekek. Meg az Anna is, meg az Ákos. Igen. Igen, hétvégén. Most azt mondom. Ugye, hogy nekem se könnyű ezzel a nővel élek együtt. Hallgass meg, hogy veszekszik. De se most ki. De igen, kicsim, én azt mondom, amit te mondasz. És úgy van, ahogy te szeretnél. Én se hallom. Hát de most kérdezett tőlem, hogy én is süket vagyok? Kérdezette arra az, hogy hétvégén? Azt mondom. Nem, azt mondom, hogy igen. De milyen mondom? Igen? Hát nem mondok hétvégét, te őrülj. Utoljára, hallgassátok meg, figyelj. Itt vagy mondod, volt a kint hétvégén, Majális. Mikor? Igen. Hol? Nincs! Voltál kint a Majálison hétvégén? Igen! Hétvégén? A Majálison? A hétvégén volt? Nincs! Nincsen! Hát de, Jani, mondd már meg nekik, mi van ott. Figyeljetek, mi van így 50 felé? Ez vár rám is? Most ne, elnézést. Nem hallom. Elnézést, hol bizonyíték nekik? Anna túlpihente magát. Hát csak hetelen voltál dolgozni, Cica. De azért tiszta vallásom. A Balázs nem határozott minden idők legvéresebb diktatúrájában él otthon. És itt van az ember, aki a Kiefer Sutherlandet Sunderlandet mondja. Bocsia, hétvégén láttam a Feri meg a Brian Johnson-t együtt egy kávézóban, messziről üvöltöztek. Igen. Na, tényleg, ebben rohadtul nincs.
Zsült meg, elmondja, mit mond a játékos. Voltál? Figyelj. Igen, hogy mondod, voltál kint a hétvégén, Voltál kint Majálisa hétvégén? Hol? Majálisa. Voltál kint a hétvégén? Ennyit mond a játékos. Ennyit mond a játékos. Igazad van, annak a igazatéből legjobban üvölt. Én nem üvöltök, hát csak süketek vagytok. 5-2 arányba nyertek. Nézd már meg. De számolj, mert ketten vagytok. És hagyd neki! Ez videjé. Én veled vagyok. Kicsim, szeretlek. Csak mondom, hagyd neki, Viki, feled, nincs hatalmad. Nem ébetele kell, feled, nincs hatalmad. Igen, de te rajtad nincs fejhallgató. De nálam hallgatta a Viki. Hagyjad már annak. Én odaadok neki két ajándékcsomagot, de ki mondta? Nem mondta ki. Nem mondta ki. Utoljára. Így mondod, volt egy kint végén, Majálisa. Majálisa. Hétvégén. Mikor? Mit mutogat? Mit mutogat? Te mondtad. Mutatok mindenki. Ki mondta? Rohadtul nem. Hát. Jó, én ott van valami. Hétvégét mond. Hétvége az 50 felé igennek tűnik? Ekkora a baj? A hétvégén ezt mondja, igen. Te mondod ki, hogy igen. Hétvégén. 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 És azt hallod a hétvégén, és azt hallod igennek. De hát, hogy mondod, volt egy kint hétvégén, Majálisa. Volt egy kint hétvégén, Majálisa? Majálisa. Volt Majálisa hétvégén. Mikor? Igen. Tegnap állítólag Pesten valami nagy banda. Ott van. De hülyen voltam. Neked előtték a füledet Koreába. Nem is azt mondtam, hogy nem. Csak hallani akarom. Neked lehet, hogy van egy ilyen téridő kontinuum, egy ilyen fekete lyuk, ahova te mindig behalozol egy igen. Tehát neked ott örök életedben lesz egy igen. Ezt az anyagot bárhányszor végighallgatod. De ez egy más valóság, egy más dimenzió. Ez egy másik univerzum. Volt már más szituáció az életem, amikor igennek hallottam a nemet, megfogtam a melleidet. Mit kis parén? Fogtasson a mellemet. Szerintem, na jó. Nem, ezek elbizonytalanodnak. Ugye? Fölhívják? Add meg neki, hát össze kell neki. Szóval összebeszéltetek, mi sajátok. És én a paranoia tudom. Is sajátok, ugye? Mit csinál? Mit hiszel? Nem, most azt hiszi, hogy összebeszéltünk. Most jön a paranoia, tudod? Ez a direkt összebeszéltek, pedig ott van, pedig ti is tudjátok, hogy ott van. Mit tud? Mit tud a Jani? A Jani nem tud semmit, ő egy igent hallott. Nem, ő behallott az igen. Nem, ez a Wiki projekt. Én vagyok az egyetlen ember, akit még nem tudod bedarálni a szerkesztőségben, és ezért küzdél rettenetes. Édesem, én azt hallom, amit te hallottál. Hát, minden úgy lesz, hogy te szeretnéd. Ha valakinek itt jó füle van, érted, akkor az a Jani, mert olyan halkan pornófilmet nézi, senki nem néz. Na, hát ne hagyja meg a gyerek. Érted. Ugye? Tehát ki van élezve? A Zsül le tudja lassítani. A Zsül nem tud semmit. Voltál hétvégén. Igen. Nem ám. Mondjuk az igaz, mert a Zsülnél jobban a lassuláshoz nem ért senki. Atyaisten. Gyerekek, hát most akkor még ezt elmenni, és tízig csak ezt hallgatnánk. Tízig ez menne. És szétveszekedni magunkat, és tízig ez menne. Az egész ország, tudod, kidület szemekkel. Mindenki úgy ülne, hogy te jó Isten. Kokszolna. Na mindegy, figyeljtek. Ne. Akkor nem mondta ki. Nem. Igen, Balázs, én elhiszem, hogy már nincs téma, na, de azért. De van témánk egyébként, hát ez élőadás, az ilyen gyerekek. Hát itt bármi megtörténhet. Néha egy kicsit igen, hát mást hallunk. Lehet, hogy... az igent. Én? Aha, mikor hallgassuk, hiszem, hogy látom. Mit mond óra? Igen, mondom. Zsűr most belassítja. Na, foglalkozzunk a témánkkal, mert hogy egyébként készültünk. Készültünk nyilván. Van, igen, adásmenet. Igen, halló. Tartsuk az adásmenetet. Elfáradtam. Ugye egy ilyen jó kis feszekedés. Ez is elfárasztott. Egy jó műbalhémegy. Most meg egy javáncsinak is örülnék. Na, talán egy nagyon érdekes kísérletbe kezdett. Magyarországon történt a dolog, és a kísérlet azért érdekes, mert bebizonyítja egyébként, hogy a tanároknak általában fogalmuk nincs arról, hogy mi történik valójában egy-egy tanítási óra alatt. Ugyanis ez a gimnáziuma tanár, aki egyébként magyar, megkért arra egy osztályt, hogy küldjenek neki úgy SMS-t, hogy ne vegye észre. Tehát a feladat az volt, hogy el kell küldeni egy SMS-t úgy, hogy a tanár ne vegye észre. Kihívta egyébként az osztályt erre a kis kihívásra, és a feladat annyi volt, tényleg, hogy SMS úgy, hogy a tanár ne vegye észre. Mondtam ezt már, hogy a tanár ne vegye észre? Nem mondtad, nem. Nem hozunk mi föl, amíg nem mondtam volna, úgy, hogy a tanár ne vegye észre. Hogy is hívják, izé, érted? És ő nagyon büszke volt magára, mert hogy azonnal elkapta az első diákot, és a meglepetés utána jött, mert hogy elképesztő eredmény született a kis kísérlet alatt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy rögtön rácsörgünk, hogy mondja el nekünk, hogy mi történt valójában.
mert a kísérlet baromi érdekes, és rájött arra, megállapította, hogy a tanárok csak azt tudnak, amit a diákok elmondanak nekik. Azt tudhatják. Fogalmuk nincs arról, hogy milyen titkos élet zajlik az órákon. Rögtön ő maga elmondja, hogy milyen eredménnyel zárult a kísérlet. Megdöbbentő egyébként, hogy mit csináltak a diákok. Úgy, hogy hányan voltak az osztályban? 17-18-an voltak az osztályban. Szerintem akkor mondjuk 6 SMS-t kaphatott a csávó körülbelül. 6 SMS-t mondasz. Szerintem az egy jó. Tehát azt mondod, hogy 45 perc alatt küldött 6 SMS-t. Igen, annyit nem vett észre. Annyit nem vett észre. Elküldik. Szerintem az összes 18 ember. Aha, hát én ismerem a lányot, akkor 25-öt kapott. Igen? Ott volt ő is. Igen. Iszonyatosan ügyesek. Igen, de egy tanár erre rá van állva. A tanárnak ez az élete, hogy tanítasz, és közben vizslatok. A diákoknak meg az az életük, hogy megvezessék a tanárt. Igen, ugye ez arról szólt maga a kísérlet, hogy nézzük meg, hogy mi tanárok tudjuk-e, hogy ti diákok, ha nem akartok figyelni, akkor valójában mi észreveszük-e azt, hogy nem figyeltek, vagy ti mindent úgy csináltok, mint ha jegyzetelnétek, figyelnétek, egyébként talán egy magyar óra volt, de közben egyébként a pad alatt egy teljesen más ismeretlen élet zajlik, mint amikor elmész evezni egy tóra, és rájössz, hogy a víz alatt ott valami teljesen ismeretlen, idegen élővilág érdekel, és csinálják a dolgokat úgy, hogy te egyébként evezel, és erről semmit nem tudsz, és azt hiszed, hogy a tó békében van. Egy térképezetlen világ, egy másik föld, egy másik univerzum. Igen. Itt van velünk Tibor, aki ezt a kísérletet elvégezte. Tibor, jó reggelt! Hello, ciao! Jó reggelt! Jó reggelt! Tanár úr, jó reggelt! Tanár úr. Még nincs órád, ugye? Nem, nincsen, hál' Istennek, érettségi van. Ó, tényleg! Hát ezt el is felejtettem, érettségi, igen. Te szerkeszted a tanár blogot? Ezt te írod? Ez a te blogod? Hát igen, ezt ketten csináljuk egy kollégám, Manár Gergővel, bizony. Máron 10 éve. 10 éve. Na, jól tudom, hogy ez egy magyar óra volt egyébként, Tibor? Nem, rosszul tudod, ez angol óra volt. Sose javíts ki többet. Angol óra, tudod, hogy ki ír, akivel beszélsz? Még egyszer, jól tudom, hogy ez egy magyar óra. Nem, nyilván egy angol óra volt. Mit célt szolgált a kísérlet, hogy miért indítottad el, mire voltál pontosan kíváncsi? Igazából az érdekelt engem, hogy mennyire tudjuk valójában mi tanárok azokat a folyamatokat követni és irányítani, amik egy osztályteremben zajlanak. Tehát arra gondolsz, hogy amíg te állsz, és azt gondolod, hogy minden diák figyel, és jegyzetel, és írsz a táblára, vagy beszélsz hozzájuk, addig ők 45 percig figyelnek rád. Na most figyelnek rám, illetve, bocsánat, az a kérdés, hogy van-e, amit mi tanítunk, azt tényleg megtanulják-e, illetve amúgy mi tanítunk, az nekik tényleg érdekes annyira, hogy arra figyeljenek. És azt mondtad nekik, hogy oké, legyen ez egy hagyományos óra, én megpróbálom leadni, ti próbáljátok figyelni, úgy küldjetek nekem SMS-t, vagy csináljátok valamit a pad alatt a telefonotokkal, amit én nem veszek észre, ugye? Igen, hát ugye teljesen tisztességes volt az ajánlat, mert ugye, hogyha elkapom őket, akkor szoktán elrintőt kapnak, mert az a büntetés iskolában ennek. Amennyiben nem, akkor pedig a győzelemnek a mámoros érzését kapják ők, és ebbe teljesen jól belementek. Ezt így mondtad nekik? És annyit mondtam nekik, hogy tudnak-e úgy SMS küldeni. Annyit még mondtam, hogy én fölírnék egy mondatot a táblára, amit el kell küldeni. Én ne lehessen megcsinálni azt, hogy ír egy SMS-t előre, és akkor rányom egy okét, hogy elküldi. Aha. Itt az első kicsit gúnyos mosolyok megjelentek a diákok arcán. nem vagyunk rászorulók, de nyugodtan. Aha, tehát fölírtál egy mondatot. Oké. Na, meséld el nekünk akkor az eredményt. Utána te nyilván elkezdtél tanítani, és próbáltad észrevenni, hogy mi történik. Igen, most nem is leadni az órát, hanem foglalkoztatni őket. Tehát ők dolgoztak nagyon sokat az órán. És érdekes az, hogy legelőször hangosra állítottam a telefonomat, hogy lássam, hogy ők tudnak győzni, vagy lehet, hogy ők érnek el eredményt. Hát olyan 12-3 SMS-t kaptam az első 12 percben. 12-13 SMS-t, úgyhogy abból nem vettél észre semmit. Egyet észrevettem, de azért vettem észre, mert az a fiú, aki elküldte, rossz számra küldte, elideges lett, és a pad fölött a telefonfüggőzőbe nyomogatta. Tanárom, mi a száma? Okay, na, őt lebuktattam, és ettől picit valóban úgy éreztem, hogy akkor én vagyok itt az úr. De ez egy jó kis macskaegerjáték egyébként tényleg. Na, de ugye ennél sokkal durvább dolgok történtek, mint hogy SMS-eket küldtek. Mit csináltak még? Hát én itt kinyitottam Pandora szerencsét, úgy gondolom, igen. Na, mi volt? A legelső az a, hát a pad alatt a selfie-t, tehát elkezdtek jönni a képek, utána videók magukról, videók rólam, ahogy tanítok, utána valaki fölhívott Messengeren, és mondta, hogy nyertünk. Nem mondott. Még viccesebb volt az, aki csinált rólam egy képet, az föltette Snapchatre, ott valami appal a fejem helyére egy sárga macskát rajzolt. És mindezt úgy óra alatt, hogy te semmit nem vettél észre? Óra alatt? Na nézd, én azt mondom, hogy ez tényleg így van. Hát, hogy ők azt akarják csinálni,
amit ők szeretnének csinálni, azt fogják tenni. Nem tudod ellenőrizni, és hiába van nagyon nagy mellénye bármelyik tanárnak szerintem, hogy ő pontosan tudja, hogy mi történik, nem tudja. Nyilván ez nem digitális technika függvénye, mert hogy ugyanúgy lehet rajzolgatni a pad alatt, lehet tetoválni a filtrolal a kezedet, bármit csinálni. Persze, csak ez egy másik világ. Jól tudom, hogy valaki teljes csinált egy teljes Facebook profilt, anélkül, hogy te észrevetted volna? Igen, csinálta, nyertünk tanárból. Facebook profilt létrehoztam. Atya Isten. Mindenkit bejelölt az osztályból, de mondta, hogy nem tudtam most már a csoportból beszélni rendesen, mert azért adtam feladatot. Tehát akkor mondtam, hogy... Zseni. Ideig tudtam eljutni. És lett macska fejed is lett, tehát van, aki megcsinálta a macska fejedet. Megcsinálta, tehát volt ideje, hogy egy appal, sőt van, aki kiadtam egy feladatot, hogy gyorsabban végzett, lefényképezte, és elküldte Messengeren, hogy kisavíthatnám, tehát, hogy ő elkészült. Elképesztő. És úgy, hogy ebből te egyébként nyilván tartottad az órát, foglalkoztattad őket, semmit nem vettél észre. Nézd, hogyha nagyon akartam volna, tehát elkezdtem volna. Jaj, persze. Akkor hagyjad már most már, milyen kamuduma ez, persze, ha akartad volna. De alapvetően nem. Tehát a tapasztalat az, hogy ha ő nem akarja, akkor nem. De mondom, volt, aki adtam egy olvasmányt, hogy azt olvassák el, vagy azért éppen az órán, nagyon lelkesen elolvasta, kérdeztem is tőle, tudta, hogy miről szólt, csak miközben olvasta, begépelt 2-3 bekezdést angolul. Zseni. Elképesztő. Elképesztő, hogy egyébként tényleg mennyire más gondolnak a tanárok sokszor szerintem, hogy mi történik egy órán, és közben mi történik valójában, nem? Egy órán. De mi a tapasztalat? Egyébként te tiltod, vagy az iskola tiltja, vagy behozhatják, de ki kell kapcsolni, vagy hogy működik nálatok ez az okostelefon kérdés? Hát az iskolában nem szabad telefont használni, mi meg tudtam engedni. Tehát ha valakinek nincs ott a könyve, valami notebook kifolyólag, akkor lefényképezi a telefonnal vagy a tabletjével a könyvet, és akkor mégis tud olvasni, tehát ott van nála az oldal, amit le kell. De mondjuk egészen odáig, hogyha volt egy játék, amit is kellett volna dobókockát vinni, és mondtam, hogy bocsánat, elfelejtettem dobókockákat hozni, telefonok előkerültek, akkor letöltek egy dobókocka appot. Ilyen egyszerű, és akkor mindenkinek volt dobókockája. Sok mindenre lehet ezt használni, én azt gondolom, és azt mondom most, hogy elég régóta ezeket meg kéne próbálni valahogy integrálni. Hát hogy ne, persze, mi is nagyon sokat beszélünk erről, és más gondolunk mi is, már akár hárman is volt erről témánk. De igen, ezt nem tiltani kell, hanem okosan beépíteni. Hát a végtelen lehetőségek tárháza a különböző applikációk. Tehát ebben élnek, ezt használják, ezt kezelik, ezt tiltani, az is sötét középkorba vezet vissza. Nem tudod, a kísérleted is bizonyítja egyébként, hogy nem tudod tiltani. Tehát ha valakinek van ideje Facebook profilt létrehozni, téged bejelölni és kiírni, hogy nyertünk, tanár úr, az tulajdonképpen azt csinál a pad alatt, amit tudsz a képet meg videót posztolni róla a tanítás közül. Igen, szóval azt csinálnak, amit akarnak. De az alapvető szab... Mondjad? Hát csak érdekes, hogy ugye ez megjelent az interneten, több újságban vagy portálon, és a reakciói embereknek érdekesek nagyon, tehát az internet népe. Milyen reakciókat kaptál? Hát legizgalmasabb az volt. Nyilván az, hogy azért történt ez, mert hogy nem tudok érdekes órát tartani, ez is lehet különben. Meg azt mondom, hogy talán nem Isten, általában jellemző. De a legjobb az, aki azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, átja azért a problémámat. És mi lenne, csinálnánk egy országos mozgalmat a mobiltelefonok betiltására, minden nyilvános helyen, és én vezetném ezt a mozgalmat. Tanár volt? Nem. Ja, nyugtass meg, hogy nem tanár volt. Még rosszabb szülő. De jó arc vagy. Igen, hogy vezessük, vagy tiltsuk be mindenhol a mobilt? Tiltsuk be az iskolákban mindenhol a mobilt, és lehetőleg én ezt a mozgalmat vezetni, hogy akkor engem az ártajukra tűznének. Mondtam, hogy köszönöm szépen, ez nem pont az ellenkezőt gondoltam, de hát ebből is látszik, hogy mennyi minden dolgot lehet ebből. Hát meg hogyha, kihozni. Meg a vajból őszintén, hogyha te nem tudnál érdekes, izgalmas órákat tartani, akkor most nem lenne miről beszélgetnünk, ugyanis ezt a magas labdát, ezt te dobtad a diákoknak, tehát hogy ez az egész azért történt meg, mert te ezt szeretted volna, hogy megtörténjen. Így van. Persze, abszolút, igen. Na hát ez nagyon, nagyon érdekes, az adatokat olvasva pedig az hihetetlen, hogy itt én más már megnéztem közben a képeket, ott állsz a tábla előtt macska fejjel, hogy Facebook profil lett, hogy bejelöltek, hogy Snapchat-en, hogy Messengeren írtak neked, hogy fölhívtak, hihetetlen ügyesek. Egyébként nagyon tényleg elképesztő. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Most érettségén ilyenkor mi van? Te bent vagy, ügyelsz? Vagy nem is kell bemennetek? Hát az ékegyéből ma nem, úgyhogy itthon vagyok és veletek beszélgetek telefonon. Mert a tantestületnek megrendült a bizalma benne. Nagyon könnyű megvezetni. Nem tudom, hogy a hallgatják, de lehet, hogy megvezetni. Igen, nyilván. Beívott az igazgató, és azt mondta, Tibor, ez egy nagyon érdekes kísérlet volt. Köszönjük szépen. Nagyon szeretek a kísérletet. Holnap már nem kell jönni, igen. Nem, igazából azt mondtam, hogy az lenne az igazán jó, hogyha az igazgató telefonszámát adnám meg, de... Igen.
Figyelj, oda megyek az SMS-ek, de elmondom, hogy ez mégis. Érettségén egyébként hogy éritek el, hogy ne vigyenek be? Szóval, hogy le kell adni, mint a régi rendszerbe, tényleg, hogy megmotoztak? Igen, le kell adni, hogy sokkal szigorúbban veszik, és ott elég nagy a tét. Nem tudom, hogy ki az, aki ott megyen ezzel csalni. Hát igen, ott de azért, mondtam, ha lebuksz, az mondtam a leadást is, hogy le kell adni a telefont, és kinevettek, hogy mindenkinek van otthon egy régi rossz telefonja, mert semmi igen, most, jós, akkor azt leadja. Igen, te bevisz egy Alcatel telefont, vagy Ericsson 198-at, te ezt használod, leadod, és utána beviszed az igen, áll, az ad le a telefont, és azért 3000 forintért veszel egy ilyen 1000 éves régi telefont. Hát ez egy vezetékes tárcsás. Használom. Igen, húzol magad után egy ilyen drótot. Tibike, mit csinál? Tegye már azt. Én ezt használom. Na jól van, köszi, hogy elmondtad nekünk, Tibor, ciao. Köszönjük szépen, hello. Ezért egy érdekes dolog. Nem? Hát lehet, hogy egyébként az egy, aki megbukott, ő volt a csali. Itt így egy hallgató, hogy őt bedobták. A igen. Szűze mágián. Te égsz, de a versenyt megnyerjük. Érdekes egyébként. Szerintem azért ez jó koncepció, hogy igyekeznek beépíteni, mert amit elkezdenek tűrni, az onnantól kezdve irgalmatlanul izgalmas lesz. Persze ugyanakkor meg vannak olyan iskolák is, ahol konkrétan le kell adni óra elején. Van egy ilyen kis doboz, szépen fakkokba, le vannak oda szépen adva a telefonok minden óra előtt, és akkor nem tudnak hozzányúlni, csak hát azért okosak, ügyesek a srácok. Okosak, ügyesek, persze. Igen, írta valaki, tanár úr, Robi Tuszi, szegény gördött. Igen, de érdekes kis kísérlet volt. 7:30 múlt, pontosan 4 perccel Ákos legfrissebb hírei után jövünk. Ha valaki játszana Dórával, mert hogy kitalálna egy mit mond Dóra, írjon nekünk SMS-t, hogy vissza tudjuk hívni. Mi pedig jövünk a hírek után. FM-en. 3:48 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánok mindenkinek, hello Jani, hello Feri. Hello. Itt vagyunk már is, egy jó kis hedövé gyerekek, hát fiatalságunk zenét. Annyira nem visszahozza az életet az ember testében. Nem. Körbenézze, hol van Hajdú Peti. Ez nem jó ez itt van. Persze, hogy nem. Sarkokat elkeresném a szemembe. Persze, hogy nem jó, de hogy közben pont azért jó, mert nem jó, de közben meg valahogy az embereket a jobb kedve lesz. Nem, ez egy nagyon jó De. Nem. Ez az a lenne, amitől mosolyra húzódik a szád. Jobb kedved lesz tőle. Nem, itt valami mélyen gyökerező szimpátia, vagy valami nagyon kellemes régi emlék valahol a nádasban egy lopott csónakon, vagy valami. Persze, hát ez a generációs élmény. Igen. Nem generációs, ez a te élményed. A balatoni szótüdülőben a nádas, ahogy elloptad a kis vörös keresztes csónakot, és azzal bevesztél, és valakit énekelt hedővény. A Tihanyi Mólón, aztán nem jött el. De ez más. Az más dal. Viszont egy jó dal. Igen, ott állsz a lengőtekénél, és jön a kislány, és akkor ott lengeted, ő is, te is, és akkor ott közösen. Jó az? Hát ha már ő is lengeti, az egyrészt nem kislány, másrészt meg akkor azért. Játszott a kis lengőtekénél. Én nem maradtam volna. 12 éves voltál, de már nagyon örültél, hogy végre valaki hozzányúlt. Megkért, hogy ne mondd el senkinek. Igen, nagyon fáj, de nem mert főleg az apjának, aki a lángosos. Ragyom be a hegsütőjével. De én úgy így vagyok egy DJ Bobóval is, így vagyok egy Snappel is, így vagyok egy Dr. Albánnal is. Ez a baj. Én meghallok egy Dr. Albánt, és ez jobb kedvem lesz tőle valamiért. Megmagyarázhatatlan. Pedig nyilván zeneileg valóban, hát szóval azért tényleg mondjuk meg, hogy nem lehet azt mondani, hogy azért annyira igényesek lennének, de... Nem az a tipikus konzervatórium most, csak hogy így... De figyelj, én azt gondolom, hogy ebben igazad van. De egy DJ Bobo felzendül, hát megmozdul a lábad, érted? Ott bugizni akarsz. Figyelj, abban biztosak lehetünk, mert azt én is elfogadom, hogy ők az életnapos oldalára születtek. Az biztos. Írtak egy vagy két, mondjuk DJ Bobonak viszonylag sok volt, de általában írtak egy vagy két számot, és azóta is valahol ott Ibizán szürcsölgetnek a jogdíjakból. Tehát, hogy ez nem csinálták rosszul. Na de hát a Hedőben mégis itt él, tehát vagy a hazájában nem szeretik, vagy ott nem ismerik el, vagy ott megvetik a zenéje, mert állandóan itt van. Tehát itt vagy lesz a Hajdú elvette az útlevelét. Hajdú fogságban tart. Hajdú és a sark elvette. Alá is valami nagyon durva szerződés, aminek volt egy súlyos apró betűs része. Írd alá, ez egy bankhitel. Te leszel a kezes. Te leszel a kezes. Veszünk egy nagy házat. Nem sokára hazamehetsz. Veszünk egy nagy házat, ahol minden ilyen együtt lakunk majd. Na, itt van a lomfúvaszt, takarítsd ezt a kert. Jaj, jó, az ilyen típus áthallásos poénokkal, mert aztán holnap címlap lesz, hogy Balázs baszolt. Na, de pedig nem is én voltam. Játsszunk, mit mond Dóra ez a kérdés?
Visszafelé beszélünk. Lészhe véle faszil. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Zsani vagyok. Zsani, hello Zsani, honnan hívtál minket? Hát jelenleg Szolnokon vagyok, Pestre tartok, megyek haza. Jó Istenem, tényleg, és ez ennyire rossz neked ilyen itt rossz volt Szolnokon? Vagy ilyen rossz volt Szolnokon? Hát rossz az idő, inkább azért vagyok egy kicsit lehangolt. Ja, olyan volt a hangod, mint aki 10 perc, most megy egy magyar érettségére körülbelül, mert ők érezhetik így magukat, ami ennek neked most nálam. És utána magbélműtét. Már perforál. Na jól van, Zsani, hát mondj valamit, mit szeretnél? Hát, miközül lehet választani? Tárgy van. Van. Még. Akkor azt szeretném. Tárgyat. A tárgyat? Igen. Jó vagy tárgyból? Úgy érzem, igen. Jó, élőbülés életelem. Igen, élőbülés tárgyból nagyon jó. Hát most mit csinálják? Jó tárgyból. Hát most van, aki érted, a városból jó. Mehetünk? Igen, mehet. Indítjuk az órát. Mörököm. Mörököm. Nagyon könnyű. Testhez álló. Műköröm. Ú, de jó. Végül egy kis csillogás a hangodban. Igen, még a végén. Örülöknek, igen, féltem tőle, hogy nehéz lesz, de nem. Igen? Igen. Nem. Még nem játszottam egy veletek, úgyhogy izgultam egy kicsit. Izgultál kicsit. Mivel foglalkozol, Zsani, egyébként? Jelenleg egy szuvenírboltban dolgozom a keleti pályában. Szuvenír? Szuvenyi, mikor nekokat volt egy ilyen. Mi a szuvenyi lónak, igen. De várjál, te minden nap eljössz Szolnokról Budapesten, hogy dolgozálsz, ha hazamész Szolnokra? Nem, hétvégente Tiszaburára szoktam lejönni a barátomhoz. Ja, értem. Ha, értem. És akkor ilyenkor megyek vissza. És jössz vissza dolgozni. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Ügyes vagy, jó munkát. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. M530-as kilométernél rendőrök vannak Szeged felé, mindenki vigyázzon, alaszor a forgalom a nagykörösi úton. Aragor. Látták a szürke Gandalfot és Gollamot is. Így van, de mik ezek, úristen, csak nem orkok. Emő közönséges urukhályok. Azt mondja, hogy nagykörösi út befelé, város felé araszol gyalogkakok ültenek. És az M3-as autópályán Budapest irányában a 214-es kőnél, a benzinkútnál és a 203-asnál is trafiznak. Atkó küldte, vigyázzon mindenki. 7 perc pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hétfő van, kicsit szemerkél az eső, és hát igaz, hogy május van, de ilyenkor a májusi esőnek örülni lehet. Nem kell annyira utálni, mint az áprilisi esőt, hiszen szokták volt mondani, ugye? Hogy nem tudom mit, és... Május első aranyat ér, ne vegyük el argyának tiszta kenyerét. Igen, van erre valami mondás, de nem tudom, mert sose hallottam. Szóval a lényeg, hogy jön a jó idő. Higgyétek el, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. Csütörtökön! Toljunk csak éneket, tízi. Atya úristen. Higgyétek el. Azt mondja, csütörtökön már egyébként szikrázó napsütés mondanak, a hétvégére pedig szenzációs jó idő lesz 23 fokkal, ami azért is fontos, mert jövő héten elindulunk. Országos túléla! Jövő héten elindulunk, holnaptól már a pontos helyszíneket is mondjuk. Eddig is pontos volt, de hogy a városon belül. Most még pontosabbak lesznek. GPS koordináták, minden. Nem, holnap már a nap és a város is timmel. Ma még csak városokat mondunk, holnap már összerakjuk, hogy hétfő micsoda. Aztán szerdától már tereket is mondunk, igen. Nem, meg vagyunk, ugye Szombathelyen indulunk, és mindent időben megtudtok majd, de ha valaki kíváncsi, menjen föl a morningshow.eu-ra, a klassz.hu-ra is. A klassz honlapunkra is, és a klassz.fm.hu-ra is, és nézze meg a pontos helyszíneket, mert ott már terek is vannak. Lesznek olyan helyszínek is, ahol még egyáltalán nem jártunk. Bizony. Ilyen például Kazincbarcika és Békéscsaba, most időrendben visszafelé jövök.
péntek csütörtök. Hogy összezavarjuk őket. Így van. És ez nagyon-nagyon jó hír nekünk. Hát ugye Feri részéről egy hatalmas hazatérésről van itt szó. Egy hatalmas hazatérő bulit fogunk ott tartani. Így van. Így van. Terjesszétek az igét. Égi kedves ismerősökkel, ismerősökkel, zabi gyerekekkel. Jújjúj. Pofozzatok fel minket kolbásszal. Így van, dobáljuk. Nem a kolbászt mi megesszük, nem dobáljuk jó, el a disznósajtot sem. Legyen egy ilyen. Ja, értem. Pofozz fel balit kolbásszal. Jó, csak mondom a Békés Csabaiaknak, mert ők nagyon kedvesek, és mi is azért nagyon figyelmesek szeretnék lenni, hogy lesz egy külön sátor majd a bőségtálak. Igen. Lesz, abszolút. Illetve, ha vazéztok, akkor a vazén megtalálhatóak már a helyszíneink. Képzétek el, van egy külön olyan víz, vaze, bárhogy is kellett mondani, alkalmazásunk, ahol külön applikáció, vagy külön a vazén belül már láthatóak a Morning Show kitelepülés helyszínei. Képzétek el, hogy... És ezt hol be kell üssem valahol? Hát a vazéra föl kell menned, és akkor ott... Morning Show szombathely, és oda vezet. Vagy Morning Show, Kaszinc Barcika, és oda vezet. Ja, bocsánat. De most azért ez meg. Na, itt is van el lehetőség, érted, ha foglalt menj a nőibe, egyébként meg mi az első. Beszél? Ide van írva, hogy jó reggelt, az mi? Igen. Megvan a fekete fehér lassítva. Csak mondom, hogy lassítottat csinál belőle. Meg vagyunk. Meg vagyunk, gyerekek, itt ma nagyon sok vasat tartunk a tűzbe, sok fronton zajlik a műsor. Megvan a lassított fekete-fehér, uh-huh. Csak azért, hogy ráérjetek, hogy olyan süketek vagytok, mint az ágyú. Tehát így 50 felé hogy, már a hallásotok, hogy? Kérem? Benne vagyunk a hallásotok azéba. Kicsit kezd elmenni. Ugye volt egy vitán kora reggel, ami azóta is tart egyébként hallgatói, nem tudják. Hallgatói nem tudják, itt megszólás közben is, igen, nem, kimondta, nem mondta, te vagy süket, tehát öljük egymást azóta is. Mert nekünk ez fontos, hogy úgy nyerjen valaki, hogy joggal nyel, vagy úgy veszíts el, vagy úgy veszíts el. Megvan a perdöntő bizonyítékot, hogy elbénáztátok. Ti azt gondolom, nem hallottátok az igen. Továbbra is, hogy nem mondtak itt, itt kitartotok, és most lassítottat csinál belőle. Csomagja, a ajándékcsomagja nincsen veszélyben, itt az igazságról van azt szó. Azt már elvettük régen. Mi? Legyünk őszintén. Kit érdekel a játékos ajándékcsomagja? Ez egy presztízs harc köztünk, hogy kinek van igaza. Ennyi 10 éve így nyomjuk. Tulajdonképpen teljesen mindegy, a játékos kap ajándékcsomagot, vagy nem. A lényeg, hogy nekem legyen igaza. Meg tudjuk mutatni lassítva? Hallgassátok meg, hogy aha. Nem mondta ki. Nem. Figyeljetek, nem mondta ki. Maján is van. Hol? Maján is van. Volt Maján is? Igen. Mikor? Ott az igen! Hát ott van! Hogy menj alta, hogy éve vagy? Éve vagy? Mit vágtál? Vágd újra. Hogy az egyben hát ott van. Van, hogy most igen. Az a te igened ne, volt. Nagyon de hogy lenne már olyan igen? Akkor miért az én igenemet lassítjátok be? Ez az ő igénye volt? Igen. Ja, az a te igened nem, volt. Nem, nem, de nekünk... Hát de előtte kimondtad. Majális van hétvégén? Igen. Majális van? Hol? Majális van. Volt Majális? Igen. Hétvégén. Ez a hallgató igénye. Hogy lenne már? Ott van a hétvégén. Most hallgass meg. Van. Nem. Most hallgass meg. Ez van belasítva, hogy hétvégén. Nem. Hallgass meg. Na figyelj. Hallgass meg. Figyelj. Voltál Majális van hétvégén? Hétvégén. Jó, ez Majális van. Hol? Majális. Volt Majális? Igen. Hétvégén. Hétvégén. Tehát ti hülyék vagy. Papa. Na most. Papa. Nem hallasz, papa. Ott van benne. Hétvégén. Papa. Ne lépjük el, papa. Mondom, hogy ott van benne, hogy igen, és az én igenem utána következik. Hát ne szórakozzatok már. Hát tényleg az van. Hétvégén. Hétvégén. Figyelj. Majális van. Hol? Majális van. Volt Majális? Igen. Voltak innen a Majálison? Hétvégén. Persze. Hol az igen, papa? Ja, jó, igen, nem, azt mondta, hogy hétvégén igen. Hol az igen, papa? Mettünk egy páros Debrecenit mustár. Persze, ezt mondtam. Voltál már is a hétvégén? A hétvégén? A hétvégén. Erről szól a beszélgetés. Majálison. Hol? Majálison. Volt Majálison? Igen. Voltak innen a Majálison a hétvégén? Hol az igen, papa? Papa. Ez süket nem hétvégén. Ez nem. Miért mondanál kétszer egymástól, hogy hétvégén? Na mert miért nem? Azt mondja háromszor, hogy Ibolya. Ja, mondjuk te is. Miért mondanál Ibolya? Miért nem mondhatná, hogy Ibolya? Igazad, te is mondtad 40-szer, hogy érted az Alindánál. Igen, de csak az első részben. Mert volt egy leállás. És akkor hogy megkérdezzem már. És akkor felpofozott, igen, a sminkes. Na jó, ezt nem tudjuk megadni. Jó. Tehát ez a játékban. Ez egy, ez nagyon. Igen. Klein, is, ja. Klein Dávid feljutott az Annapurnára? Így van, ez hát azért ez egy nagyon dolog. Nagy taps. Első magyarként. Igen, majd ilyen rövid híreink vannak, de nem is baj. Első magyarként oxigénpalac nélkül. Zseniális. És akkor azon gondolkoztam, hogy általában a szponzor az ugye szeret azért fotót csinálni arról, ahogy te ott ülsz a különböző ugye cuccokban.
De hogy neki most egyetlen egy szponzora volt, méghozzá egy whisky szponzor. Igen, egy italmárka, egy nagyon klasszikus. És akkor azzal ült így egy piával. Hát, ez a kérdés. Tehát azt mondja neki a szponzor, hogy figyelj, csizma, tedd el, ásó, tedd el, nem tudom, mi az, feszítővas, hálózsák, tedd el. Attól nem fény, nem kell víz. Vidd fel az üveget. Energiás, hagyjál már. Igen, ezt így ad. Ágóvas, nem viccelj már. Vidd fel az üveget, és töltsél ott egy kortyot. Ugye, mert hogy tulajdonképpen a szponzor szeret? Hogy lesz ott szponzor? Volt egy ilyen fél literes üveget felvinni, hát az valami nagy súly. Tehát, hogyha most megnézed a róla készült legutóbbi képeket, akkor látod, hogy a sapkáján ott terpeszkedik egy hatalmas felirat. Hatalmas ilyen felvarró, vagy egy tudom én minek hívják ezt a sapkáját. Tehát, hogy éppenséggel lehetett egy ilyen kérés a szponzor részéről. Bonts ki a zászlót, töltse egy pohártiát, rakjál mellé jeget. Igen, és mondtad, hogy a gyerekek fél kiló, nem bírom fölvinni. Hát 8100, nem tudom hány méter, nem bírok fölmenni. Hát, és egy szivart is vigyél mellé, mert az olyan jól mutat. Hagyj lenne a kesztyű. Ezt is gondoltak, mert jó, ez tényleg nem. Hagyj lenne a hákobasat. Ha nélkül nem jutott fel, jó, ez se volt. Nem. Szóval mit kellett neki lent hagyni, hogy föl tudjon menni? De ez egy óriási dolog egyébként. Oxigén palac nélkül, ő azért megszenvedte már az Everesttel is próbálkozott, számos próbálkozása volt, de most végre feljutott. Ő ugye hát ennek a tiszta óriási módszernek, a tiszta feljutásnak a híve, tehát hogy ő minden egyes csúcsot, minden egyes 8000-est oxigén palac nélkül, de hát a kisebbeket ez meg teljesen egyértelmű. Zseniális. Legutóbb úgy tudom, hogy ha jól emlékszem, akkor a Zsoltéknak, Erős Zsoltéknak volt egy sikertelen mászásuk, ott sajnos egy tragédia is beárnyékolta azt a mászást, tehát gyakorlatilag Klein Dávid az első, aki a magyar mászok közül feljutott. Kicsit úgy megkérdezem azt egyébként, hogy tényleg senki nem volt, aki odaállt volna mellé a fiú mellé a viszkis cégen kívül, hogy ezt ebbe olyan nehéz szponzort szerezni, nem? Hát fiam, van egy pár elbukott kísérleted utána, mert akkor már nehéz, mi? Persze. De hát ez az is jó, hogy legalább egyetlen szponzora jó, volt. Persze. Igen, legutóbb ugye egy áruházlánc volt, akkor ők nagyon-nagyon komolyan mellé álltak, ott volt Facebook oldal, volt honlap, igen. Aztán utána nem lehetett róla hallani viszonylag sokáig. Igen. Mutatják? Ja nem. Nem, ő egy másik csúcs. Hát igen, de megmászhatatlan állat. Nem, csak nézzük a mokát, és szülőnapja van Berecki Zolinak. Na, nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy tapsolj meg őt is, gyerekek, ma mindenki megtasolunk. Boldog szülőnapot Berecki Zolinak. Nem vagy a régi. Én öregszem már, gyerekek, én nem akarok már senkivel rosszba lenni. Érted? Hát köszöntjük fel az Olit is. Tök igaz, mert egyébként tényleg, és most pont a Szebeni van benne mokkában, hát vele oxigénpalac nélkül beszélget. Csak hogy összekapcsoljunk mindenkivel. Na, mondjatok egy számot. Egy számot, ami eszetekre jut. Mondjatok egy számot. De csak így. Egy és valamennyi között. Aha, akkor 11. 11. Mondj akkor egy legyen. De egy és valamennyi között. Egy és valamennyi között. Várjál, hogy úgy is meg akarok férni ebbe az intervallóba. De nagyobbat, mondd egy nagyobbat. 16. De nem nagyobbat. Tehát 5000, 10000. De a 14-nél nagyobb a 16. 34200. Nem rossz. Mondj egy másik számon. 80828. 34000. Elmondom neked, hogy 197200. Ne őrizd meg, 197200. És ez csak az áfád. Igen. Nem, ennyien nézték meg a DTK-t. Akkor ez úgy. Ez már tényleg mindenek az alja. De most ez úgy. A Kulka vezetett 90 000-rel. Szegény. Felment 100 000-re egyébként, az elviszlek magammal a DTK-nak, gyerekek. 4 nap alatt 197 000. Nem magaszatok, bocsánat. Jó, hát mondjuk hájpoltuk rendesen, mert mindegy. Nem is, egyébként egyszer mondtuk. Én azt hittem, hogy a mai műsor mélypontja a DJ Bobo. Csak jelzem. Nem tudjátok, hogy nem kenyerem azért, hogy magamat kell fényezni, ezt nem szeretem. Tehát ez nem egy jó élethelyzet nekem. Tudjátok, én sem nagyon szeretem, hogy erről nekem beszélnem kell, de ezek olyan számok, hogy ezek olyan számok, egyszerűen meg kell említeni. Tehát 4 nap alatt 100, majdnem 198 000-en nézték meg az elviszlek magammal videót. Hát azért az. De megy ez még följebb, nem? Most nézd, én azt gondolom, hogy azért lehet ez egy 250 000. Miért ne lehetne? Nem, csak ne beszéljünk róla túl sokat, nehogy azt gondolják, hogy magamat. Jogos. Hát ezzel szerintem ezzel a számmal kiegyeznének mondjuk 5 év alatt a kisvasútnál. Most ezen a kisvasúton csak másodosztály vagy. Ezt te is tudod, megírta egy hallgató korra reggel. Igen, na jó van. Na milyen rendes vagy, Jani, hogy behoztad ezt a témát, tényleg ezt a... Milyen témát? Hát, hogy 200 000-en nézték meg a videóját a Balázsnak, hogy nem önmagának kellett fényeznie. Ja, tényleg. Ja, nagyon szívesen.
Tök jó, hogy felrottad. Már hogy beszéltünk róla, majdnem 200 ezer. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, így jó, az óra elején kint a trafi az M2-es Gödi kivezetőjénél, mindenki vigyázzon. Azt mondja, hogy ma van Beretki szülinapja, felköszöntetnétek. Már meg is tettük egyébként, felköszöntettük Zolit is, tenni sokáig. A 40. Ja, nem, ugye ez a hanyadik köszöntésünk, többet ugye nem kell csinálni. Nem. Budakalászi körforgalomnál megint a metrótól áll a sor, a körforgalom miatt csináljátok valamit. Hát azon kívül, hogy bemondjuk, azon kívül nem tudunk sok mindent csinálni. Nagykanizsán csütörtök óta nincs Klassz FM, csináljátok már valamit. Na itt is, mindenhol mit csináljunk? Minden nem tudunk elintézni, igen. Budafoki úton villamos terepjáró ütköző, emiatt nem járnak a villamosok, ne álljatok a megállóba, drága utazók, írta egy hallgató. És sok millióért megépített Budaörsi úton minden reggel dugó, a lámpákat hozzá kellene igazítani a bakcsomóponton, mert visszatorlottunk nagyon, ezt Zék küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ott most azért egész jól lehet haladni. Reggel nem tudom milyen, mert nem járok arra, de amikor délután mész haza, az gyönyörűen megcsinálták. Jártok arra? Hát ritkán, nem merünk ugyanazon az útvonalon menni, ahol te ne, hogy akadályozzunk téged. Na most adtunk megint a közlekedő imidzsemnek. Mi van a magyar érettségivel? Tudunk valami tételt már? Nem az van, hogy ilyenkor 8-kor bemondják, és akkor tudhatjuk mi is? Szerintem a pár évvel ezelőtti botrány, ugye, hogy 8-kor kihirdették, és akkor mindig beszoktam mondani a Kossuth Rádió, de fülesen leadták a drótot. Igen. Azóta nem mondják be, csak ha vége van. Vagy azóta is csekkolják a hírt. De biztos? Akkor tényleg bemondhatjuk, mert fogunk égni, mint tavaly. 20 szegények már bent ülnek, és baromi feszülten írnak. Azért az nekünk is egy nagy trauma volt. Igen, én azért arra izgultam. Fú, igen. Én tanultam és izgultam is. Igen. Imádtam. Egyedül a matek. De jó, én készültem. Hogy végre felvetted a matróz búzat. Amit a apád 4 évig erőltetett rá. Csak sose akartad felvenni a matróz búzodat és a szoknyádat. Igen, anyám legyantázta még tértől lefelé a lábszáraj, mert aztán felvettem a kis szoknyámat, bementem. Nagyon csini voltál a kis magas sarkúdat. De imádtad az érettségit? Mit imádtál rajtam? Készültem. Nagyon keveset tanultam. Hát, meg is ez az eredmény, ugye? És, de az érettségre tisztességesen felkészültem. Egyetlen dolog volt, ami a számomra mondjuk így a lútri kategória volt, hogy minden második tétel tanultam meg csak a zöld könyvből, matekból, és bejött. És pont azt kaptam. És igen, és bejött, hál' Istennek. Jó. Mi is romát csaltuk magunkat. Bár így működött volna a rulett is. Romát csaltuk magunkat, de hát erről már sokat beszéltünk. Na, egy érdekes témával foglalkozunk most, 8 óra után, amivel szerintem sok ember eljátszott már, mint a gondolattal. Ugyanis egy angol bulvárlapban megjelent egy hír, ami igaz, a nő megszólalt, nem kitaláció utána lehet nézni. Egy 41 éves nő, aki hát nagyjából 822 millió forintnak megfelelő összeget nyert ő egyébként. Oh. Milliómos lett a lottó. És hát mindenki eljátszott azzal a gondolattal, hogy mit csinálna akkor másnap a munkahelyén, ha milliómos lenne. Ugye? Hát nincs olyan pillanat szerintem az ember életében legalább egyszer, amikor ne gondolna arra, hogy ha én megnyerném holnap, kinek olvasnék be, mit csinálnék, hogy mennék be a munkahelyemre, és ott hogy tenném helyre XY-n. Aztán mondanék, följönnék el, és élnék boldogan. Nem? Hát ez egy... Hát először ez mindenki életében eljön. Igen, kicsit fejbe elköltöd a pénzt, de utána rögtön a bosszú. A főnök felé. Na, jön a főnök felé a bosszú. Így tett egyébként ez az angol vagy amerikai nő is, aki angol bulvárlapban szólalt meg, de nem tudom milyen nemzetiségű, mindegy is. Csendben és elegánsan akart elbúcsúzni, mondta elő a cikkben egyébként, és nem igazán szívlelte a főnökét. Uh-huh. Megnyerte ő egyébként a lottót, majdnem 3 millió dollárt, ami azért tényleg, hát nagyon szép szám. 822 millió, abból elvegy. Mit csinált? Megtudta, hogy megnyerte, ezért hétvégén elkezdett enni. Hogy voltak elérhetetlen vágyai, Michelin csillagos étterem, ilyenek? Igen, végett az összes Michelin csillagos éttermet. Nem azt mondja magáról, hogy nem csinált mást, mint zabált, készült a hétfőre. Ezt ő lenyilatkoztam. Wow. Van vele egy nagyon hosszú interjú. Készült a hétfőre, a felmondás napjára. Tartogatta. Aha. Nem vár. Azért zabálsz két napig, hogy hétfőre legyen a nyak. Utálta a főnökét. Miért van az, hogy egyébként már egy fél felvezető mondatból is rögtön tudjuk, hogy mire van, mert mi is ezt csinálnánk?
Igen, ő pénteken tudta meg, ebben a cikkben az áll, pénteken tudta meg, hogy nyert a lottón, azonnal tisztább volt vele, hogy ugye felmond, tehát ő hétfőn felmond, és nem megy többet. Hogy szüksége lesz minden lelki erejére. Sőt, azt mondta ebben az interjúban, hogy ő rájött már a nyerés pillanatában, hogy ez az a dolog, amit ő leginkább meg akart csinálni az elmúlt években. Ami azonnal eszébe jutott. Hétvégén nem csinált mást, mint evett, folyamatosan evett, vasárnapra már nagyon szűkölt, mert úgy érezte, hogy felrobban. Ha értitek, mi a gondolat? Hogy felrobban, nyilatkozta ezt az újságírónak. Témfergett a lakásában. Témfergett. Olyan volt, mint egy halálra ítélt a cellájában. De csak... Zseniális a cikk egyébként. Feszülten sétált. Egyre feszültebben, mint a tigris a rácsok mögött. És hát ő azt nyilatkozta, ugye, hogy kénytelen volt éveken keresztül ennek a szemétfőnöknek az apró kis mindenfélével foglalkoznia, úgyhogy most foglalkozzon a főnöke az övével, ha értitek, hogy mire gondolok. Hétfőn betipegett az irodájába, egyre inkább könnyes szemmel, és amikor a főnök egyébként kiment az ebédszünetet letölteni, belopózott az irodájába. Jó. Hát a többit már sejtjük, de hogy azt nem tudom, hogy ebbe még egy-két éve vidáman belementél volna, tehát tényleg öregszel. Hogy az asztalra, hogy a kukába. Azt gondolom, hogy kezdesz megöregedni, basszus, én nem akarok már ilyen rádióműsor csinálni. A konkrét kérdésem az mégiscsak az lenne, hogy díszdobozos vagy Alana Túr. Egy igazi kis díszdoboz. Hogy hívtuk ezt? Magát azt a bizonyos terméket, amikor a nő a neszeszerében mi volt a neve, tudod, volt egy makas, nem makas csoki golyó volt, mi volt, amikor is tudod, a nő elmondta, hogy de randizott egy hurka, nem hurka de, volt, de rebellis hurka, rebellis hurka, jó, hívjuk így, rebellis hurka, ez teljesen, ez abszolút NMH barát. Nem? Ezt szerintem igen. Mondjuk így is van, mert már 40 megszólalás. Úgyis mire eddig eljutnak, már úgyis december, már soha nem. Így is, úgyis 40-et már néznek, vizsgálnak. Szóval, hogy ő bezárkózott a főnök irodájában, kaján vigyorral az arcán felmászott az íróasztalára, amit egyébként nagyon kedvelt, mert azt mondta, hogy egy nagyon szép mahagóni asztalról. Ezért evett mézet is, hogy propoliszos legyen az anyag. Nem, mert hogy volt, azt nyilatkozta ebben a cikkben, hogy volt a főnöknek egy méregdrága íróasztala. És ő ezt szerette, vigyázott rá, tisztította, karban tartotta, tehát az volt az irodája égköve, és senki nem érhetett hozzá, aki alkalmazott volt. Tehát, hogy mekkora fricske egyébként, ha belegondoltok. Felmászott erre a kis íróasztalra. Jaj, látom a képet, az a baj. Guggoló pozícióba helyezkedett. Ha értitek, hogy mire gondolok. Igen. És hatalmas megkönnyebbülés közepette nyilatkozta ezt a nő, kipakolta a rebellis hurkát. A rebellis hurkát. Nagyon jó. Hát, hogy hurkákat, hát három nap alatt. Most lehet elítélően fanyalogni. Lehet azt mondani, hogy kikéri magának az ember ezt a fajta viselkedést. Sarjad a mamut fenyő! Ide kell, jön a főnök! Jöjj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 
Letartóztatták a nőt. Cikk van róla, letartóztatták, a Góré bejelentette a rendőrségen. Tehát visszament, és még nem végzett a nő, és ezért tetten érték. Egyébként valahol ez a történet szenzációs. Legyünk őszintén, gyerekek, azért, szóval az embernek vannak olyan gondolatai, vagy elszasoló gondolatai, ezért ne legyünk álszentek. Egyrészt az a közös ebben a 7 milliárd emberben, hogy reggel mindenki rákuporodik a fajanszra. Tehát csináltunk úgy, mint ez nem létezett, azért ez egy létező dolog. De bosszúból már azért te is gondoltál hasonlót a főnöködről. Vagy te is gondoltad, de szívesen megtennéd. Ehhez valahol bátorság kell, nem? Mert hogy sokan mégsem. Amikor beszólt, miatt, nem? Amikor kirúgott, amikor nem adott fizetésem, csak... és hasonló gondolatai azért majdnem mindenki. Nekem ez így nagyon fapados. Tehát, hogy én minimum, tehát legalább celofánba csomagoltam volna, a kis masnit a végére, így meghúzkodtam volna egy ollóval a kis szalagoknak a végét, hogy begungorodjam, vagy szerintem... ilyesmi, vagy hogy lenne mellett egy kis cetli. Miért az jobb, hogy ő kibontja? Tehát az hogy visszamész, és ott van a mahagóni asztalod, és rajta a rebelis hurka néz veled szemtelenül szembe. Na, legalább tudni fogják majd. Te még szemeket is csináltál volna én, neki valami. Én szerintem ez így szemtelem. Legalább tudni fogják majd, szemtelem. Hogy melyikünk volt. Így. Igen, novemberben. Balázs. Celofános, ez Jani, ez ezek a Balázsé. A verén mellett még kis hotyák is vannak, retek csillagok. Nem, a Feri 4 bébi répát tenne. Ez a szemem. Igen. Na, drága hallgatók, játszunk el a gondolattal. Tegyük félre ezt a nőt,
aki egyébként szerintem egyébként van benne lendület. Van fotó a letartóztatásáról, ahogy kiviszik az irodám. Ahogy kiviszik az irodám, nem, eljárás indult ellene, ki kell fizetni a kárt. Hát semmit nem tudnak vele csinálni, tehát a történet egyébként tényleg valódi. Hát leültetni biztos nem fogják. Nem, hát ezért nem ültetnek, lehet eljárás indul, és nem tudom, fizetned kell. Szerintem az elég sokan a levegőbe csaptak, hogy ez az így kell azt. Én szerintem van benne rock and roll. Valahol. Főleg, ugye, és nem tudjuk a főnökről, tehát lehet egy igazi szemét, egy rohadék volt, egy diktatúrában működte, a munkahely diktatúrában működtető ember, aki megalázta az alkalmazottakat, tehát valószínűleg meg is érdemli, nem? Egyértelmű. Ki mit csinálna? A mostanival? Ha megtudnátok, biztos, hogy minden főnöknek és minden alkalmazottnak, aki hallgat bennünket, tudja, hogy a főnökinek mi a kedvence. Van egy kedvenc bringája, van egy kedvenc autója, van egy kedvenc íróasztala, van egy kedvenc nem tudom milyen. Hogy mit tennétek a főnökötök kedvenc valamivel, ha mondjuk megtudnátok, hogy nyertetek a lotton. De nem kell most ennyire szélsőségbe elmenni. Ja, amit jó, a nő csinált, nem tudom. Akkor nem tudok a témához. Akkor én most itt kiszállnék ebből a sztorit. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a főnökötöknek mi a kedvenc valamije. Ja, biztos, hogy dédelget valamit, van egy kedvenc könyve, egy plüssállata, ahhoz nem lehet hozzányúlni, a pohara, nem tudom. Minden főnök kicsit háklis, van egy kedvenc az irodában, amit ő szeret. Tehát az mi, és mit csinálnátok vele, név nélkül írjátok meg. Ezzel még gondolkodnom kell akkor. Mert mit akartam mondani? Csak azt akartam mondani, hogy mondjuk ez augusztus, akkor egy nagy melegre boldog tekintettel készítenék neki limonád és jégkását. Nem, az, amely több főnöked is van. Tehát, hát ezért nem is lehet beazonosítani. Igen, de várjál, limonád és jégkás, az nekem nem esett, az micsoda? Hát ja, az a baj, hogy nem innen meg, tehát feltűnő lenne, hogy bemennél, hogy hoztam neked limonád és jégkás. Ilyet nem csináltál az elmúlt 8 évben. Némi kis citromkarikával és két csepp lime eszenciával, hogy nagyon szeretem. Azt én is így nézném, hogy olyan. Hát középsugarás, ahogy kedvem. Na, tehát ezt írjátok meg nekünk, jó? Milyen van a főnökötöknek, amit nagyon szeret, nagyon vigyázni rá, és ha mondjuk tényleg tételezzük fel ezt a lehetetlen helyzetet, hogy nyertek a lotton. Azért ez a nő, mondom, majdnem 900 millió forintot nyert, így könnyű. De játszunk el a gondolattal. Akkor mit csinálnátok ezzel a kedvenc valamivel? Hogy állnátok bosszút azért, mert a főnök mondjuk szemét volt veletek éveken keresztül? Ez azért tökösnek kell lenni, nem? Hát meg a 900 millió kell hozzá, azt gondolom, igen, ez kevesen. Igen. Hát azért sokan nem csinálják, meg 900 millió ide vagy oda, akkor sem. Igen, de akkor ehhez kell egyfajta temperamentum. Igen, akkor meg biztos, hogy nem csinálják meg, amikor kapsz egy új állást, akár jobb pénzért is elmész. Akkor sem csinálod. De képzeld, az alkalmazott akkor, aki nem tudja, csak széthúzta egy redőnyt, hogy benn van-e a főnök irodája, és azt látja, hogy Irénke ott. Oh! Irénke iszonyatosan teszi le a rebeli surkát, és jó, nem zavarok, tudod, azt a pillanatot képzel, amikor behívsz főnökbe, ma, ó, bocsánat, nem zavarok. És kihátrázz az irodából. Egy picit várt, hogy frissüljön az agya, és már megint benézett, hogy meggyőződjön róla, hogy tényleg az volt bent a szobában, amit ő látott. Ehhez azért tényleg keménynek kell lenni. Na várjuk az SMS-eket, nem kell ennyire szélsőségesnek lenni, jó? Maradjunk a beolvashatóság határain belül, hogy mit tennétek a főnök kedvenc kis tárgyacskájával. Írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt egy perccel itt vagyunk. Ákos ugyanúgy című dala után. Egy dallamos kis dalocska, nem? Olyan fülbemászó. Hát szerencsére van benne dallam. Képzeld, de dallam nélküli nótát. Igen, az milyen monoton? Nehéz. Az milyen monoton lenne? De miért van egy új dal, ez a helyreigazítás, azt hiszem talán az a címe. Hát abban például nem sok dallam van. Abban jó, nem sok dallam van. Prózai? Nem hallottam még. Azt tudom, hogy prózai dal. Prózai dal, hát van egy zenei alap, és ő beolvas. Én azt nem tudom neked megmagyarázni, hogy az mi. Szóval, hogy az... Hát ott volt ugye egy cikk róla, amiért helyreigazítást kellett kérni. De hát kommunikáció szempontból ez a legnagyobb baklövés. Tehát, hogy, és gondolod, hogy volt egy ügyed, amivel lassan mindenki felejt. Mert már nem emlékszel rá, mit mondod, hogy volt? Ákos, ja, mondott valamit. Miért mondta azt az Ákos? Már nem tudom, már nem is volt igaza, de igaza volt, de át szegény meghurcolták. Tök mindegy, hogy mit gondolsz róla. Van egy véleményed. Majd rá fél évre, amikor az egész már egyébként tényleg a felejtésé lett, Ákos kihoz egy dalt, és beszól az őt bántó sajtóorgánumoknak. Mi történik? Mindenhol lehozzák ezt a dalt, és mindenhol belinkelik a régi megszólalását. Igen, tehát, hogy igaz. És akkor most helyreigazítás címmel azt mondja, hogy Irgumburgum sajtó, hát te milyen csúnya vagy, mert ilyeneket csinálsz velem. Ez a pontos szöveg volt? Ez az Irgumburgum, ezt onnan vettem. Irgumburgum sajtó. Irgumburgum, rottom, bontom. Érted? Ennyi, benne. Tehát, hogy az, amit nem tanácsolnak, tehát egy dolog elült, akkor azt ne indítsd el újra, tök fölösleges. Hát minek? Hát fél év eltelt. Mert igazat adtak neked talán. Na, de kihozod rá két hétre a dalt, hogy oké,
visszakérdezem, de rá fél évre, amikor már tényleg, már én sem emlékszem pontosan, pedig foglalkozom, hogy mit is mondott ott a női principium, mert tök mindegy egyébként, ja, igaza volt, hanem mindegy. És fél évre rákihozol egy dalt, és azt mondom, most ne bántsatok, már olyan izék vagytok, hát most írgum-burgum. Érted? De ez hülyeség. Most nem voltunk a gyerekekkel a Horvátországon, és értem vissza. Mondjuk, hogy egy jó szanyarás volt. Igen. Kipéltünk magunkat, mindannyian le vagyunk sülve, most írtam egy dalt. Nem olyan fontos ez. Hogy titeket nem kérdezek, hogy ti emlékeztek-e még, mert ti már a megszólalót se halljátok rendesen, behalóztok mindenféle. behalóztok igeneket. Tehát benneteket nem kérdezek, hogy emlékeztek egy fél évvel ezelőtti dologra, hogy az mi volt. Papa megvan még, papa? Papper. Milyen papa? Igen, nem mondtam igen. Ja, de nem kérdeznének. Na minden, nem fura volt, igen, most kint van ez az új Ákos dal, vagy én nem is tudom pontosan mi ez, viszont ez jó, ez egy jó Ákos nota, szerintem. Gyorsan egy-két SMS, ugye beszélgettünk egy lottó milliómos nőről, aki nyert 900 millió forintnak megfelelő összeget, egészen elképesztő egyébként, aztán letartóztatták, mert hogy ő egy rebelis hurkával tette boldoggá önmagát, és azt csinálta, amit hosszú évek óta tervezgetett, megnyerte a lottót, majd hétfőn bement, felmondott, de előtte még ugye elhelyezett egy kis csomagot a főnöke íróasztalára. Mindezt egy nő egyébként, nemes bosszú, és azért kell egyfajta tökösség, hogy az ember ezt megcsinálja. Lebukott, letartóztatták, ügy lett belőle. Hát meg, és volt benne meló bőven. Tehát hát igen. Hát egy 2,5 nap, és a saját bevallása szerint mexikói kajával ősanyargatás. 2,5 nap ősanyargatás. Van, a főnököm éjjel-nappal kifizetetlenül dolgoztatott, meguntam, felmondtam, tudtam, hogy a hűtőben mindig tart pár francia krémest ebéd utánra magának. Édes volt a bosszú. Ádám írta nekünk az SMS-t. Azt mondja, hogy ez valóban megtörtént, egy nagy környűzs a melletti húsüzem alkalmazottja a pénzügyi nézeteltérést úgy rendezte, hogy a főnök új Audiát megemelte a targoncával, de a targonca villája az ajtókon keresztül bement, betolta az ajtón az Audit. Újságcikk is volt belőle, Zsolt küldte nekünk. Tehát nem erre nem emlékszem, út, hanem nagy kicsit túltolta, igen. Uh-huh. Üveggyapotot szórnék a bőrfotelbe az asztallapra, mivel ott szokta kezelgetni a kolléganőben. Azért itt vannak frusztrált SMS-ek. Bérelnék egy Bigfoot nagy autót, és áthajtanék az autóján. Aztán, amikor már nagyon sír, akkor lecsapom a kocsi árát, hazamegyek és alszom egy jogot. Ezt Viktor küldte nekünk. Megtörtént sztori, piacvezető vegyipari cégnél az egyik felső vezetőt annyira szeretik, hogy a céges BMW-nek szélvédőjét egy téglával betörték, és egy hatalmas falhoz rajzoltak rá, utána olvashattuk, amúgy mindenki utája nem véletlenül, írta nekünk egy hallgató. A főnöknek van egy fekete Q7-ese, mindig tiszta csili-vili, a céges parkolóban külön helye van, senki nem állhat az autó 3 méteres körzetébe. Ha megnyerném a lottót, biztos rákugolnék a motor. Karcolt is össze. Igen. És ott valószínűleg az, hogy a főnök kimen az autóhoz, és először nem is hinne a személynek. Nem. Nézeket ne föl, hogy mi lehetett Albatrosszra. Mik repülnek itt? Mekkora madarak repülnek itt? Jézus már, kondorkesztű erre. Ez egy madárból jött ki, te jó Isten. Velem mosatja az autóját. Smirglivel és drótkefével mostnám le neki utoljára. Érzitek ezt a sok-sok frusztrációt, amikor ugye eljátszottuk a gondolat, hogy ki mit csinálna a főnöke kedvenc tárgyával? Hogy azért van baj, meg hát özöllenek az SMS-ek. Itt azért ez jogos is, tehát a főnök tényleg veled mosatja le az autóját, és kénytelen vagy megtenni, mert félted az állásodat, hát ott meg is érdemli. De. Ha nyernék a lotton, biztos, hogy tovább dolgoznék. Az én főnököm egy rohadt szemét, aki ráadásul nagyon irigy. Vennék egy 5-ös GT-t, amilyen neki van. Vennék egy medencés házat, amilyet neki van. Meghívnám lezni, és a fülébe sugnám, hogy a te pénzedből van. Zsoltika küldte nekünk jó SMS, igen. Drága főnökasszonykám, imádott szép virágai leveleit egyenként tépném ki, majd küldenék neki egy doboz celluxot, parancsolj drága. Ó, azért itt vannak kemény SMS-ek, Feri küldte nekünk. A kedvenc plüsbabáján hereműtétet végeznék. A főnek meg kedvenc plüsbabája van akkor. Azért az is kemény, igen. Főnök kedvenc titkárnőjét kapnám el, akit egyébként a főnök nagyon szeret, ha értitek, mire gondolok ezzel, és a képeket valószínűleg postáznám neki, jött ez is SMS-ben. Én megvenném a céget, és ugyanúgy szivatnám, ahogy egyébként ő engem szivatott, aztán kirúgnám, ahogy ő engem, jött ez is SMS-ben. Egy ismerősöm beletolta a rebelis hurkát egy papírzacskóba, elvitte a haragos teraszára, meggyújtotta, majd becsengetett, és puri. Volt meglepetés, amikor szobapapucsban elkezdte eltaposni a tüzet.
Ja, Istenem, hát hányan eljátszottak ezzel a gondolattal, hogy ezek mit csinálnának a főnökükkel, ugye? Az ember nyer a lottó, mennyire nagy a szája egyből. Igen. Isten, egy intelligens, dupla fenekű poén. Nem, valami más. Én csak annyit mondanék szeriden hétfő reggel, már nem te vagy a cég farkasa, új serif érkezett a városba. Zsoltika, hányszor eljátszhatta azért ezt önmagában? Nem? Ugye ezek az SMS-ek árulkodnak arról, hogy ezek lefuttatott gondolatmenetek, kész tervekkel álltak elő hallgatóink. Hát ezt mindenki eljátszott van már ezzel a gondolattal. Van bennük meló bőven. Van, igen. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Még jött egy, én ha nyernék a lotton, az egyik főnökömet bezárnám egérrel teli szobába, mert fél tőle, a másik főnökömnek mindent a felső polcára pakolnék, hogy ne érje el. Van itt is frusztráció bőven. Oké, mutatjuk a beugrót, köszönjük az SMS-eket. Ha szeretnétek hármasugrást játszani, figyeljetek. Már is mutatjuk, mi lesz a feladvány. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na. Ilyen esős időben lehet rajta gondolkozni. Na most mi van, nehéz? Nem hallod bele semmit, hát ne bár, ne ostorozd. Miből? Mi történt valami? Papa ennyiből csak fölkapja a fejét, hogy most jön a beugró. Ja, már le is ment. Nem, papa? Megmutassuk még egyszer, papa? Mit? Kine? Hova? Drága hallgatók, írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Gyorsan egy-két közlekedési hír, az 51-es főút 18-as, 19-es kilométerek között két baleset is történt Budapest felé. Emiatt nagy a dugó, valamint az M0-ásabb Balaton felé a bajai lehajtótól szintén hatalmas dugó van, úgyhogy ott is egy kis várakozásra kell számítani, ezt Kamesz küldte nekünk. És a BVSZ úszodánál Pest felé három autó egymásba szaladt, ez ugye a Szőnyi út az M3-ason, úgyhogy emiatt is valószínű nagy dugó lesz az M3-as bevezetőjén. 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk Ákos híre jutam. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, hello! Sziasztok! Itt vagyunk már is. Neked köszönt valaki. Milyen nap van? Hagyjál. Papa! Hol vagyunk? Mi újság, papa? Hogy vagy? Mesélj egy kicsit, papa. Szóval a lényeg, hogy igen, hát hétfő van, és borongós az idő, de higgyetek el, hogy lesz jobb is, jön a jó idő. Csütörtökön már egyébként egész jó idő lesz. Állítólag, legalábbis ezt mondják a meteorológusok, hogy egészen jó idő lesz. Jön a napsütés, és ez sem csak májusban nincs azért ezzel gond. Egy jó állítólag, milyen jó idézőjel lehet tenni mindent, nem? Jó idő lesz csütörtökön. Állítólag. Igen, hát de ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani. Nem? Tényleg, egyébként. Aztán a torlódás az M0-ás Megyeri híd budai oldalán Szélvédős Feri küldte nekünk. Sarkadon a Gyula felüli bejáratnál van egy trafi. Soroksári Vágóhíd sarkon túrnak. Iszonyú dugó a Vágóhíd utca felül. Ezt Levi küldte nekünk. És azt nézem még, hogy az M3-as bevezetőjén a Szőnyi úti baleset miatt is hatalmas dugó van. Ott is torlódásra kell számítani. Vigyázom mindenki. Na, van egy új játékunk, majd ennek örülünk. Lehet is neki, ez ami egy, az ajándék azért. Nem egy gyenge játék, nem egy nyeremény, és ráadásul úgy várjuk egyébként, mint a Messiás, mert hogy ez egy nagyon szórakoztató játék lesz, hát legalábbis terveink szerint. Hát igen, mi úgy találtuk ki, hát ezt a kérdés, hogy valójában az lesz-e. De ez a hallgatókon múlik, ismertessük a játékszabályokat. Így van. A játékszabály nagyon egyszerű, ugyanis van lehetőségetek arra, hogy kigyertek velünk egy októberi Barca meccsre. Na ennek tapsot! De jó. Ez az. Októberi Barca meccs. Egy októberi Barca tudod, meccs. Tudod, hol lesz? Barszában. Barszában. Igen. A Camp Nou-ban, No Camp, így van, ott lesz. És ki tudtok velünk jönni. Ehhez azonban teljesíteni kell. Ugyanis meg kell nektek mutatni majd azt, hogy játsszátok el, hogy valódi gól örömöt éltek át, vagyis egyfajta sportkommentátori vénát kell megvillantani. Így van. A játék menete nagyon egyszerű. Keressük az új Szepesít, az új Knézit, az új Hajdubé Istvánt. Jézus, hogy? Na, ja. Drága hallgatók, szóval a lényeg. A lényeg. Nagyon szeretem ezt a játékot. Papa, figyelj, papa, elmondom, mi a lényeg. Hogy ugye a Barcának megvannak a maguk sztárjai. Így van.
például ott van ugye Messi. Igen. Vagy ott van például Neymar. Így van. Vagy ott van például, mondj még. Nem segítek, hagyd magamnak. Szuvarokat szakadni. Nem segítek, ez a neve. Szóval vannak nagy sztárok a barszában. Azért nem segítek. SMS-ben elhangzik majd egy kérdés. Ezt a kérdést ti megválaszoljátok. Ugye? Nem, mert inkább élőszóban mondjuk el a kérdést. Szerintem az SMS-ben elhangzó kérdés nem szerencsés. Igen, jó, jó, és egy mondat. Köszönöm, hogy itt vagy. Látod, ezért vagy te jobb kezem. Hogy mindig kijavítsd, egy kicsit megingok. Szóval elhangzik majd egy kérdés, SMS-ben kell elküldeni a választ. Megpróbáljátok megválaszolni. Minden nap itt lesz egy hallgató, aki kiválaszt egy általa szeretett Barca játékost, és megmutatja kb. 20-25 másodpercben, hogy a Barca játékos hogy jut el a kapuig, hogy fejlődik az a támadás, kiken megy át akár, és a végén hogy lesz belőle gól. Mi pénteken az összes kis hanganyagot feltesszük majd a Facebook oldalunkra, a hallgatók pedig eldöntik, hogy kit szerettek, kinek a közvetítését szerettek a legjobban. Ugye? Ki az új Szepesi, az új Knézi, az új Hajdubé! Vigyétek már! Ja, bocsánat, én kinek és a lényeg tehát, hogy gól örömöt kell játszani. A legügyesebb, legtöbb lájkot kapott hallgatónk pedig eljön velünk októberben, mert mi készülünk ugye kimenni Barcelonába egy igazi Barca meccsre. És ráadásul nem csak milyen helyre, mert valamilyen brutál extra, nem tudom milyen páholyba megyünk majd. Igen, hát, hogy csak egy olyan kis... Nem is csak egy olyan kis akármilyen helyre. Most hányan, most azt felújították azt a stadiont, ugye? Azt hiszem, ilyen most 70 ezeres lett. Nem, szerintem megint bealóztál valamint. Nem tudom. Hogy mondod? Azt hiszem, hogy te megint félreolvastál egy hír. 70.003, azt hiszem 3 új helyen. Hogy azért az megkora érted, hogy 70.000. Zseniális. És mióta Páholyban hallgatok, pedig ott valahol lent. Nem őket is, őket is viszik magunkkal. Hatalmas élmény lesz. Ez, aki volt ilyen, vagy ezt hasonló meccsen, azt tudja, hogy ez egy életre szóló élmény. Hát elképesztő. És addig is, hogy legyen mit ölelgetni, meg nézegetni, meg csókolgatni, meg elővenni, amikor eszetekbe jut, hogy milyen helyre fogtok menni október, meg kapni fogtok tőlünk még 2 darab eredeti Barca meszt is. Igen, de ez csak az a játékos kapja meg a Barca meszt, aki ugye a legtöbb lájkot kapja pénteken. Tehát valamikor a 4 óra alatt majd jön egy kérdés, megválaszoljátok SMS-ben, valakit visszahívunk, 20 másodperc, körülbelül ennyit adunk. De tényleg csak azok telefonáljanak, csak ők is lehetnek nyugodtan, akik hajlandóak kikelni magukból, akik átélik ezt a gól örömet, akik nem azzal a szokásos, kicsit szomorú magyar vírcsapta játszák ezt a játékot, ahogy szoktuk hallani. Ott fut, hogy vezeti. Tehát ez a nem jó. Ez a nem jó. Nézzük, hogy jó, hogy szól a jó. Vissza a labdát, kérem, ebben a pillanatban Messi megkapja a labdát, hosszan indítja a saját magát, és vissza a kapun, és gól! Drága hallgató, így kell csinálni, jó? Tehát el kell velünk hitetni, hogy ott vagyunk egy elklasszikon. És a kedvenc csapatotok, de akkor nem is kell, hogy szeressétek a Barcát, tehát és aki nagy Barca drukker, de ez egy nagy lehetőség, ez ember kimenjen és egy ilyet egyszer végignézzen. Hitessétek el velünk, jó? Hogy ti nagyon, 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 nagyon szerettek közvetítést nézni, és jó sportkommentátorok vagytok. Egy egyszerű beugró kérdés legyen. Így van. Egy egyszerű beugró kérdés, hogy ne nehezítsük meg a dolgokat. Melyik évben nyert legutóbb bajnokok ligáját a Real Madrid? Focis beugró kérdés kell, hogy legyen. Igen. Természetesen. Igen. A Barca. Mi történt? Egész itt csak reálos kérdések lennének. Mi történt a felcsúttal hétvégén? A, ki esett, B, nem maradt. Írjátok meg nekünk. Ajándék. Na, szóval, hogy mi történt, mikor lett utoljára bajnok a Barca? Így van. Egészen pontosan ezt írjátok meg nekünk. 0-76-45-00-00-00. A legutóbbi BL győzelem dátuma. Én most megnéztem a Barca játékosok listáját, és tök érdekes, hogy mindenki a rendes nevén van ott, tehát, hogy mint Pedro Rodriguez, és ilyenek, egy ember van, akinek csak ennyi van írva. Hova tovább? Illetve Messi. Ennyi. Igen. Zseni. Igen. Na, rágalgatok, ezt tehát a feladvány. Jó? Mikor lett utoljára bajnok a Barca? Ezt küldjétek el nekünk, nem sokára valakit visszaívunk. Na, hallottátok, hogy Bozzoli hétvégén újra akcióba lépett? Mit csinált na, az a drága mit, ember? Mit teknős vagy kígyó? Nem, képzeljétek el, Skorpió. Térdig a rákos patakban. A habos tarajos hullámok között. Figyelj, elképesztő hétvégén volt a Bozzolinak, rögtön rácsörgünk, ugyanis a Savoya Parknál haláli szorítású tigris piton találtak. Nem. Én mindig rövök ezen a híreken. Majd kiderült, hogy egy kamionnal becsempésztek egy skorpiót valahogy, ami elszökött. Lett belőle, vagy? Nem, először a Savoya Parknál szombaton tigrispitont mentett. Ja! Nem tudom, hogy került a tigrispiton ki. Majd egyébként egy Franciaországból érkezett skorpió. Jó nagy skorpió, lehetett, hogy rohadjon meg. Okozott pánikot. Hozzá.
Állítólag valahogy ő tehát ma agyagport rendeltek külföldről, és raklapokkal érkeztek, így zsugorfóliába hozták be. És kiderült, hogy egy 4-5 cm-es skorpió is van egyébként a szállítmányban, azonnal meglógott, jött Bodzoli, és bevetette magát a 17. kerületi beton dzsungelbe, és próbálta a skorpiót megtalálni. Ez olyan agyagpor, mint ami az a pártonnak kat volt, amit el akartak adni gyógyteának? Az mi ez a sztori? Ezt nem tudom. Gyógyjának átszáztak egy kat nevű élénkítő, frissítő szert, ami inkább kábítószer. Tényleg? És ezt a brejébb, igen. És így nagyon próbálták eladni? Igen, és fel is címkézték, hogy nagyon jó egyébként, mert serkenti a hajnövekedést. Mama megveszi egy gyógytát, és igen, megy a ozorára szeret. Iszonyatosan szerette. Aranyom, nagyon jó ez a gyógytát. Három napja nem aludtam. Igen, hajam ugyan hullik, de egyáltalán nem zavar. Olyan fickós lett el egyszer a gyógytát. Na. Hívjuk fel Bodzolit, kérdezzük meg, milyen volt a hétvégéje. Jó? Mi az, hogy a Savoya Parknál halálos ölelésű tigrispitó? Hogy kerül a Savoya Parkhoz egy tigrispitó? Komolyan. Vagy lelépett, igen. Ugye? Vagy kilakoltatták otthonról megint. Igen, a híres mocsárvidék a Savoya Park, mint a Miami-ban az Everglades, tudod? Hát mi az Isten csinál ott egy tigrispitó? Én mindig egy picit azért élek a gyanúperrel, mert hogy ugye azért vagyok őszintén így hónapról hónapra mindig jönnek ilyen bodzolis hírek, hogy nem lehet, hogy egy nappal korábban ők vittek ki oda kedvenc pitonyát, kishanyit. Maradj itt, holnap reggel jövök, érted? Na, ide teszem mellé a kedvenc friss figurát. De nem fagyasztott nem hűl ki, ilyen állapotban nem hűl ki a tigris pitonyát? Zoli? Hideg van. Hát, Zoli fölött. Ő nem hűl ki? Tehát ilyenkor minuszok vannak éjszaka. Hát hogy van az? Hogy van az, hogy ilyenkor a tigris pitont csak úgy bement a Savoya Parkba? Annál halálosabb az ölelés, mert nem tud elernyedni. Annyira dermedt a test. Jaj, rajtad vagy meg. Na, mindjárt megkérdezzük. Itt van velünk Bodzoli. Hello, Zoli, Zoli. Jó reggelt kívánunk. Ciao. Hello. Na, mi eseménydús hétvége? Na. Hát a hétvége is, meg az egész múlt hét is. Na. Eseménydús volt. Akkor itt van még más is a pitonon. Halálos ölelésű tigris piton? Hát a tigris piton az hét közepén történt, de előtte való hétvégén egy budaörsi játszótéren még egy szakállos agámát is, egy 50 centis sárkánygyíkot is találtak. De az veszélyes, az agám? Nem, az nem veszélyes állat, azért előszeretettel szokták tartani terroristák is, amit ugye állatkereskésben hozzá lehet jutni, de hát semmi keresni valója nincs kint a közterületen, főleg itt Magyarországon. De játszótéren? Tehát arról játszó, hogy valaki kivitt egy öreg nyugdíjas néni, meghintáztatta, és az agáma ki akart szállni, kiesett a hintából? Vagy esetleg maga az agáma tolt egy babakocsi? Meghintázott, éppen bújkált egy kutya elől. Ugye hát azért ezek az állatok rettegnek, félnek a nagyobb testű állatoktól, és ugye hát amit tudni kell, ez az agám a tojásos volt, tehát nekem egy hét rá, ugye amikor megfogtuk az állatot, egy hét rá letette a tojásokat, és ezek most jelenleg is inkubátorba kelnek. Hányan vannak az agám a tojások? Mennyi 14-en. Lesz? 14 a szakállas. Figyelj, és ez hogy van, hogy ilyenkor te hétvégén ülsz, nem tudom, meccset nézel, egy pohár sörrel a kezedben, a kis melegítő nadrágodban, és egyszer csak a sárga telefonon, vagy a piros Hello? Telefonon bejön egy csörgés a Savoya Park igazgatója, hogy egy halálos ölelés nem tigris pitó. A Szilágyitól, hogy ő nem ér rá, menjél ki. Nem, a Szilágyi az kinyer a Tájföldön, ez van, és nem visz magával. De ezek én magammal viszem mindig. Kiment Tájföldre a Szilágyi? Igen. Kiment, és még egy nyalókácsa hozott nekem ajándékba. Hát persze eleget dolgoztunk azért együtt, úgyhogy neki van pénze erre. Na mindegy, és akkor jött a rendőrségi telefon, tudod, én mindig viszem magammal mindenhova, ide Biaszorbágyra, meg Pest megyébe, én egy kimegy Tájföldön, és még egy nyalókácsa hozott nekem. És nem téged vitt magaddal, hanem Veresegyházáról egy medvét. Így van, hát persze. De van, és ilyenkor a rendőrség hív, hogy gyere, mert van, igen, itt egy tigris piton. A rendőrség szokott általában hívni, ugye oda érkeznek be a 112-es segélyhívóra a bejelentések, és ott szoktak riasztani engem. Ők tudják ilyenkor, hogy tigris piton, csak meg az Olikám, gyere már, baromi nagy halott szemem van, pislog, óriási, gyere már ki, basszus, mert így megölök. Azt azért látni lehet, hogy van 2 méteres. Az Olikám, gyere már ki, hát szerintem magát ahhoz. Szakáll a sagától, gyere már, az Olikám. Irénke már nagyon nehezen veszi a levegőt, valami van a nyakába. Tehát ők fölismerik, hogy ez egy tigris piton. Nem, azt nem ismerik fel, tehát azt felismerik, hogy ennek semmi keresztül nincs az utcán, mert alkarvastagságú 2 méter hosszú állat, tehát egy vízisipót azért gondolom elég sokan látnak, azért az nem nő meg ekkorá, meg nem is ilyen vastag. Tehát azért lehet látni, ami nem ide való állat, tehát hogy egy 50 centis gyíkkal nem igazán találkoznak az emberek, ami tüskés, ugye, tehát ezt azért fel lehet ismerni, míg a laikus is felismeri, hogy ennek semmi keresztül olyan nincs a játszótéren, például egy homokozóba egy ilyen állatnak, ami teljesen békés, amúgy, tehát el sem akar futni, ugye, mert készhez volt oktatva, magángyűjtő tartotta, szépen felnevelte, valószínűleg én valószínűsítem, hogy kivitte napozni a kertbe, és onnan lóghatott meg. De most, ezekben nincsen chips.
Nincs. Hát ebben ugye, mi a törvény szerint nem veszélyes állat, emberért nem veszélyes állat, ezért nem kell becsippelni. Lehet otthon engedélynézést is tartani, mint mondtam, teljesen ártalmatlan. És ugye ezért nem kell beletenni csippet. De az, hogy egy kígyó, hogy lóg meg, tehát komolyan mondom. Azt valószínűleg kiszedték, tehát ott a Savoyapartnál a közelben ott nincsenek lakóházak, tehát legalább egy kilométeres, fél kilométeres környéken nincsenek lakóházak. Tehát ott egy nagy préri van, meg ugye a Duna a másik oldal, tehát onnan valószínűleg azt valószínűleg kitették. Fölúszott a fekete tenger. Ilyenkor, amikor betelefonálok, akkor első körben mit szoktál javasolni, hogy nyissek meg egy közeli kerti csapnak a végét, hogy hát esetleg vizet spriccel a kígyó fej, akkor az nem piton. Nem, hát ott a járőrök azért biztosították a helyszínt, tehát azért látták, hogy nem pici, tehát ott biztosították. Ilyen zsákok építőipari anyagok voltak benne, tehát ilyen cement, agyagféle 50 kilós zsákok érkeztek, és ez be volt fóliázva, ugye raklapon voltak rajta, és be volt fóliázva, körbe volt fóliázva. És hogy próbálták a fóliát ugye leszedni, látták, hogy a raklapon ott van a skorpió befóliázva. És Franciaországból érkezett az áru, tehát valószínűleg, hogy ez egy potyautas skorpió volt. Tehát itt sem volt azért akkora nagy pánik, mert... Nő, de hogy de utána ez megvárt téged a helyszínen? Hát egy skorpió pici nem, elmászik. Nem. Jó, rá, ja. És akkor neked mi volt a dolgod? Rátekedni a kupakot? Hú, de bátor volt az valaki. Rátettünk egy befőttes üveget, de azért hívjuk ki a bocor, hogy nehogy baj legyen. Hát a átmarja tekintetével. Mit kell csinálni? Rátekerni a tetejét? Vagy minek mentél akkor ki? Hát ugye elvinni a skorpiót, elhozni a skorpiót, hogy majd bekerüljön a fővárosi növénykertbe. Mert én vasárnap, mikor mondta Viki, hogy skorpiót üldözöl, én a lelki személyem előtt láttalak négy kézláb a 17. kerületben, ahogy egy kukatároló mögött méz. Négy kézláb is voltam vasárnap, nem a 17. kerületben. És nem a skorpió miatt. Igen, hagyjuk a magánéletedet, azt nem érdekel. Várj, most a fát írogat, hogy promózzam az új himnuszát. És te ilyenkor ránézel és tudod, hogy milyen skorpió? Persze. Tehát azért küldtek róla fényképet, nekem fényképet az állatról, ugye, és azért azt lehetett látni, hogy ez a skorpió egy kárpáti skorpió. Tehát most, hogy ugye már hozzám került rá, ez egy kárpáti skorpió, és a Földön 1200-1300 fajuk él a skorpióknak, ez nem veszélyes, emberért nem veszélyes ez a skorpió, lehetett volna veszélyesebb is, ugye vannak olyan skorpiók, amikre már gyártanak ellenszérumot is, ez azért nem veszélyes emberre nézve. Kárpáti skorpió, az ugyanolyan veszélyes, mint a kunsági betyárgyik? Az még veszélyesebb. Veszélyesebb, mint a pákó. De akkor nálad nincs ellenszérum, nem? Tehát nem viszel magaddal. Nincs. Csak hát egy erre a folyamat, egy ellenszérum azért, mint ahogy beszéltük is régen, azért több százezer forint. Na most gondolj be, hogy nekem csak azért van itt a hűtőben, mert behoznak skorpiót, meg felelőtlen állattartók, elengednek mérges kígyókat, tehát ugye azért a hűtőszekrényben nem sorakoznak nekem ilyen ellenszérumok a világ összes kígyófajára, mert ki tudni, miket hoznak be ugye külföldi állatbőrzékből. Mondjuk a te hűtődből azért az ember óvatosan csinál meg egy meleg szemet, mert azért ott nem tudod, hogy mihez nyúlsz azért, tehát ott lehet, hogy hagynám magam kiszolgálni. Igen, rakta a pucsgolyóba rumaroma, hát most Zoli, oké? Okay. Rumaroma, nem volt, hogy nem rumaroma. Na mindegy, akkor fekete mamma előtt már jó vagy. Na, úgyhogy mozgalmas volt a múlt hetem. Igen, jó, hát zajlik az élet, de nem jó, hogy mindig téged hívnak. Miközben a Szilágyi lógatja a lábát tájföldön. Persze, hát ő elment nyaralni, hát mi eleget dolgoztunk együtt, úgy gondoltam. Persze, hát ő mindig magammal. Ő szokta mindig a számla kezelni. Persze. Hova helyileg egyébként, merre ment, tudod? Nem, ugye? Jó, azt értettem elsőre. Gyakilágyi, jó, mert ez egy viszonylag tágfogalom. Nem tudom, hol van, mert töltött fel képeket, nem is tudom, hogy kitöröltem az ismerésem közül, mikor megláttam, tehát nem. Picit ahogy a csétálnak gumipapucsban brumival? Persze, tehát mindegy, hát... Figyelj, az 1500 skorpiófaj közül körülbelül annyival... 1200. Hogy ismered meg tényleg, hogy melyik? Hát, másként áll a farka. Na jó, de én azért mondom, az 1500-1200-at megkülönböztetek, honnan a fenéből azért, tudod? Segítséget, tehát azért ugye beleszállítva a fővárosát is növénykertbe, és ott azért ott a rovarházba ott felfogják is, tehát ők ezzel kifejezetten ezzel foglalkoznak, tehát én azért nem ismerem 1200-at, de még 1500-at se, igazából még 500-at se, azokat az elterjedt fajokat ismerem, amiket ugye itt árultak Magyarországon átkereskedésekbe. És hát
akkor a te utolsó mondatod az az, hogy hagyjad, ismerem, nem csíp. Ugye Pozzoli utolsó mondata. Hagyj csak, intézem, ez nem csíp. És akkor beviszed hozzájuk befőtőség, és kérdezed, hogy mi ez, és akkor megmondják, hogy ez híres csemege. Igen. Ez csípős. Komi. Nem, az a másik film. Ja, bocsánat, címket néztem. Ez Kárpát-Skóti. Nem, hát az egyszer is nem. Tehát ilyen azért szokott bejönni, tehát Horvátországból a nyaralások alatt azért szoktak ilyet is behozni, tehát a horvát tengerpartokon lehet ilyennel is találkozni. Azért nem egyszer fordult már elő, hogy ugye kinnapoznak a tengerparton, beteszik a bőrönbe a táskát, illetve a tűrűközőt nem rázzák ki, és akkor itthon előveszik, és akkor itt kimászik a skorpió. Tehát ilyen azért szoktunk találkozni. Tehát ilyen azért nem egyszer fordult elő. Volt már olyan, amikor tényleg veszélyesebb skorpió érkezett be. Az egy hűtőszekrénye volt, egy nagy áruházba vásárolták a hűtőszekrényt, körbe volt az is, csomagol, kibontották, és bent figyelt egy élő skorpió, az majdnem 17 centi skorpió volt. Az már az életesebb volt. Igen, egészen igen. Anya! Szerintem van benne valami, de nem te a tojás. Igen, egy skorpió, jaj, kisfiam, kisfiam, butáskod, beszélsz itt hülyeséget, hagyd anyádat vízforrólót vásárolni. Mondom, egy skorpió. Igen, mert valami van egy gyerek arcán. Ezért volt drága az a hűtő, benne volt az árba. Azért, igen, ez összepisírni nem pókok, skorpiók, nem nagyon szeretem. Jól van, Zoli, örülünk, ha hallunk rólad. Hát akkor ez eseménydús hétvégéd volt. Igen. Jól van. Hát reméljük, hogy azért most már azért felelősebbet lesznek az állattartók is. Hát mi lenne veled? Hát, mi lenne veled, ha mindenki felelősség teljesen viselkedne? Na jó, de hát ez nem azt is sajnálom, tehát inkább vigyék be a fölül a saját is növénykertbe, hogyha valaki megunja ezeket az állatokat. Igen, mondjuk ez így kirakni a játszótér, nem vagy elengedni, nem annyira szerencsés. Zoli, köszi neked, vigyázz magadra. Ciao. Köszönjük szépen. Én annyira kedvelem őt. Nem? Én csak a szív fiú. Megy, gyűjt, négy kézláb, mászik, csinálja, nem? Elképesztő. Húzza, viszi, otthon fölneveli őket. Otthon neveli őket, elszállítja. Nem is kap érte egyébként nagy a juttatást. Tehát ez mind egyébként önszorgalomból, meg hobbiból. Tehát... Erről teszem be a Zolira előjegyezhetők újszülött agámák. Szakállas agámák, igen. Na gyorsan játszunk egy jó kis hármas ugrást. Jó, ha minden igaz, már itt is van. Hallgatom. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Viola, hello, jó reggelt! Sziasztok! Hoppá. Ó, leestről, lépcsőről, vagy pakolsz, vagy mi történik? Izgulok. Igen, olyan volt, valami klumpával valaki leesett volna egy emeletről. Köszi, ezt még nem mondták. Nem, volt valami csattanó hang, nem a hangodra mondom. Ne legyél durci. Igen, a hangod nagyon cuki, és a neved is nagyon tetszik. Köszönöm. Fönn vagy a fészen. Félek, mi? Most ez jött. Én kérek elnézést, a papír így nyomja már. Süket is már kicsit így. Lassú is, tehát most mit csináljunk? Az árnyékra is vetődő. Honnan írtál minket, Viola? Most Budapestről. És mivel foglalkozol? Recepciós vagyok egy irodaházban. Ez jó. És meg már dolgozol? Igen. Úgyhogy félek, hogy bejönnek az ajtón. Ja, ez volt a hang, hogy kitámasztottad itt sámliba. Jó, de mi nem játszhatsz munka közben, vagy nem lehet? Hát nem hiszem, hogy lehet bárhol is, de nem sokára úgyis egy másik munkahelyre szóltak, mint egy... Hát én ezt tök jól lesz, így bevállalva. És a főnököt tudja már, vagy most fogja meg? Most ment el pont, úgyhogy... Igen? Aha. És mi van, minket hallgat? Hát akkor megszívtam. Akkor igen. Nem szereted a főnököd? Ezt lehet, hogy hallgatjuk, én nem mondok semmit. Ja, mit csinálnál vele szívet? Na, mert csak ezért kérdeztek, hogy egy nemes bosszú. Hallottad a 8 óra utáni témánkat? Igen. Ugye, azért az kell tökösség. Még az ember lottó nyer akkor is, azért az egy bátor dolog volt. Milyenek a kérdések, Jani? Erős közepes, de picit erősebb, mint amit hétfőre szoktam így összepakolgatni. Igen? Uh-huh. Nem volt szex hétvégén? Tehogy nem. De igen? Volt, sok volt, azért tudod, vagyok, azért. Azért vagyok így megkeseredve. Megint nem várt meg. Így szól az első kérdés. Melyik város világhírű látványossága a Sömbruni kastély? Internet még van, azt hallom. Igen, próbálkozom. Semmi, nem is akarsz egy kicsit rajta gondolkozni, csak az internet? Hát az ember ellustul, hát próbáld kitalálni, vagy hát ha eszedbe jut valami, vagy emlékszel valamire, vagy mit tudom én. Nem áll. Jól kell beírni, és akkor hamarabb megjelenik. Köszönöm. Ne, tényleg SCH-val írod, akkor ugye könnyebben jön. Hát ezt nem tudtam. Azért nem jött. Igen, Bécs. Bécs. Nagyon-nagyon híres. Jó, hát most már tudom én is. Sem munka, se eddig csomag. Ez nem a szerencsés. Szerencsés, egy 3 perc volt, Viola. Reméljük, a főnök nem hallott minket. Köszi a játékod. Én is köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Szia.
Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, mondja Ferim. Hát te kegyetlen állat ilyen miért? Kérdéssel. Elsőre térső. De a Szilágyinak is ez a kedvenc helye egyébként, csak ő mondjuk félreértetem elsőn Bruminak. Na, drága hallgatók, hamarosan gólőröm játékunk itt a Morning Show-ban. Nagyon sok jó megfejtés jött, úgyhogy nem sokára visszahívunk valakit, aki hát esélyes lehet arra, hogy ott legyen velünk októberben egy Barca meccsen. De azért ez nagyon nagy dolog. Ehhez vitangjónak kell lenni. Visszafogottsággal, tutyimitisággal nem lehettek ott. Nem. Az egész biztos, hogy nem itt most jónak kell lenni. Úgyhogy jövünk a játékkal egy pici szünet után. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig a sütőtökön mégis sem van, és pénteken pedig Kazincz-Marcika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. 3-4-10 lesz pontosan 3 perc. 6 perc múlva, bocsánat, 6 perc múlva. És már írják a magyar érettségét. Már írják. 240 perc. Mi lesz majd, amikor a gyerekünk lesz benne, nem érettségén, és így ott drukkolsz neki szülőként, és küldöd az erőt, hogy legyen ügyes, nem? Aztán rájössz, hogy később azért olyan sok minden nem múlik rajta, de mégis a továbbtanulás, a pontok, szóval azért 18 múlik. 18 évesen ez nagy pillanat. Hát hogy ne? Ma már te is azt gondolt, hogy jó, nyilván készültünk rá, megcsináltuk. Semmi baj nem lett volna, nem úgy sikerült, de közben na, tovább akarsz tanulni, kellenek a pontok, kellenek a jó pontok, sok múlik rajta. Lesz. Már igen, látom magam előtt a jelenetet, hogy Virág írja bent az érettségét, és közben így hallja, hogy valaki kintről kavicsokkal dobálja az ablakot. Virág, és Virág, ott állunk kint az anyjával, és így csuriba újakkal. Ne. Nem ezt fogjátok. Miért tett meg a csoki tortát? Hova tetted az utolsó szeretet? Nagyon, nagyon flamult vagyok. A kulcsát hoztad, a lakás kulcsát. Kintelem kerek. Tudod, hogy nem tudok máshol. Na, hívjuk a hallgatót, jó? Így van. Ja. Marci. Jónak kell lenni. Nagyon jónak kell lenni. Nagyon, 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 nagyon. Nagyon! Ja, bocsánat. Így nem tetszik menni Barcelonába. Veresegyház lehet, de otthon. Halló! Tamim vagyok. Hello, Balázs, Feri, Jani, ciao, Morning Show, szia! Szia! Nem rossz kor, nem zavarunk, nem maradszok. Vizet tudunk hívni még. Hello, nem zavartok, csak nem gondoltam, hogy hívtak. Van ez így, ha az ember SMS-t küld, akkor azért abban benne van, hogy a műsorvezetők visszahívják. Ez ugye egy ilyen váratlan dolog, de hogy azért ez meg szokott történni. De most még visszalépedsz? Hát nem akarok. Na, jó, amúgy egy keresztnevet nem értettem. Ramin. Ramin? Ramin. Igen. Milyen név ez? Ramin. Úgy tudom, hogy valami perzsa. Ramin. Persza. Nem hallottam, hogy milyen szép nő Ramin. Milyen Ramin vagy, ha lehet tudni? Kárpáti Ramin. Kárpáti Ramin. Ramin. Szépen. Aha. Okay. A szüleid közül az egyik iráni, a másik pedig magyar? Hogy? Iráni és magyar szülők gyermeke vagy? Nem, csak a szüleim kintetek Németországba, és ott egy arab kisfiú hívtak Raminnak, és akkor onnan szedték. Így lett Ramin. Nem egy megszokott keresztény, legalábbis itt nálunk nem. Oké, Ramin, tudod a szabályokat? Ugye elmondom gyorsan még egyszer, miről van szó. Gólöröm a Morning Show-ban, ez a játék neve. Hát itt elvetemült futballrajongónak kell lenni, ugyanis óriási, óriási lehetőség előtt álltok most, ti, akik szeretitek a focit. Ha valaki jól tudósít nekünk, és jól ad át egy gólörömöt, az eljöhet velünk együtt Barcelonában, méghozzá egy októberi Barca meccsre. De hát, szóval, hogy jónak kell lenni, pénteken majd az összeset feltesszük a Facebookra, ha hallgatóink pedig megszavazzák, hogy ki volt a legjobb. 20 másodperced lesz, ki kell választanod egy barszás játékos, barszatrukkel vagy egyébként? Igen. Igen?
kicsit több. Ilyen rosszul. Rámin, hogy... Igen, kicsit próbálok felhozni, hogy kerülj hangulatba, addig én beszélek, de közben érezzen a játéknak a súlyát. Voltál már Barca meccsen életedben? Nem, még nem voltam. Na, hát itt a lehetőség. Itt a lehetőség. Ott lehetsz egy Barca meccsen, egy gyönyörű páholyban, repülőúttal, jeggyel, mindennel együtt. Mi is megyünk egyébként. Na, együtt ezért mehetünk. Nem akarok menni, mondja lehet, erre, ezért Ramin. Van egy picit, igen. Ezért visszafogott. Ha az téged földob, akkor nem megyünk. Jó? Ne, egyébként. Na, ez az, kezdő valami na, megint. Felhúz, benne, gyerünk, Ramin, na, mondj egy jó választ nekem, csak a kérdés, hogy mikor, ugye, mikor nyertek utoljára bajnokságot. Ugye ez volt a kérdés, a Barca, mikor nyert bajnokságot, Jánsua? Igen. 2015-ben így van a BL döntőben, 3-1-re tömték ki ugye a Juventust. Oké. Okay. Na, mehetünk? Igen, szóval akkor 20 másodpercem van. Hát, 20, körülbelül. 20 másodperc, ki lesz a játékosod? Szerintem Neymar. Neymar, jobban szereted, mint Messit? Igen. Jó, Neymar. Épp azt hallottam, hogy át akar igazolni valahova. Hogy nem, azt mondom, nem is lenne akkor a baj, hanem a Barcában fejezné be, de hát ő még nagyon fiatal. Oké, okay. Kivel játszunk? Tudjuk a csapatot? A másik csapatot? Ki a másik csapat? Szerintem a Real Madrid. Oh, jó, vaj, de szép. Jó, akkor legyen benne egy kis piszkoskodás is, hogy bebőrözik szóval közben Cristiano Ronaldo-t oda-vissza. Szegényként mi most sérül. Pontosan olvasom, hogy a Barca orvosi csapatától kér már igen. segítséget egyébként, mert nem bízik a Real orvosaiban a Cristiano Ronaldo, a Barca. Barca orvosai segítsenek neki, mert van egy izomszakadás. Nem hisz már bennünk, nem találtak meg a fésűjét. Olyan, mindig a fésűjét keresi. Na jó, van. Indulhatunk, Ramin? Igen, indultam. Na figyelj, egy hallani fogsz egy kis foci zajt, jó, figyelj. Ez már az. Aha. Ja, fölvezető zenével indul, persze. Oké, okay, na figyelj. Okay, jó. Jön a foci zaj. Erőtésén tartunk a profizmus felé. Oké, okay, figyelj. Oké. Okay. Halljuk. Ez már, már. Fogjuk. Hogy? Uh-huh. Oké. Okay. Igen. Igen, indítjuk. Mindjárt én leszek az atmoszféra. Rohadt drága, hogy én azt szólt ki. Na? Jó, persze, igen. Mindjárt indítom. Ramin, itt vagy még, tarts ki. Jó, igen, itt vagyok. Jó, hát még a bíró kicsit keresi a sípját. Figyelj, üljön egy picit, mert ebből trombózis lesz. Meregíts addig. Aha. Ez egy máv. Na, jó van. Oké, megjött a focizáj? Aha. Vonattal indulunk? Van olyan, van olyan, nagyon jó, vonattal mennek, ne szemtelenk egyet. Indítjuk. Aha. Jó. Itt vagy, Ramin? Igen, itt vagyok. Jó, tarts ki, nem mozdulj. Jó, jó, még gondolkodhatsz, ezt csak azért adjuk ezt az jó. időt. Jó. Melyik oldalról megyünk? Tökülye ki. Igen. Balról jobbra, vagy jobbról balra játszottam uh-huh. most éppen. Most éppen balról jobbra. Balról jobbra, oké. Balra támad, okay, jó. Ez az! Na figyelj. 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 3, 2, 1. Tessék! A labda Suáreznél. Suárez megcsinál egy esernyőtelt. Átadja Messinek. Messi viszi. Messi viszi. Elviszi balra Cristiano Ronaldo mellett. Cristiano Ronaldo elhasa. Ramos mellett elviszi Messi. Megcsinál még egy cselt. Odaadja a labdát Neymarnak. Neymar viszi. Neymar megcsinál egy cselt. Neymar megcsinál még egy bicikli cselt. És Neymar bevarja a felső sarokba. A labda kapufáról pattan a gólvonal mögé. És a Real Madrid kapusa csak nézi, és kocsognak a könnyei most már lassan. Ott van a gólőrem! Rajta! Jézus, a nagy viszi Neymar! És hát nem veszelod a pályára az éjjel jövő kutyája. Angol kopók! Ramin, hát hol volt a itt vége? A gól öröm? Hát ugye az, hogy te viszed, az a 20 másodperc, el kell jutni a kapuig, és be kell lőni. Hát ugye a gól öröm, hát azt hiányzott nekünk a gól öröm. De az eleje az zseni. Hát nagyon jó volt, nagyon jó volt, a tempó jó nyomtad, a neveket nagyon minden jó. Benne volt. Cristiano Ronaldo elhasalt, zseniális igen, volt. Igen. Hol a gól öröm? Hát az elmaradt. Aha, jó, de ezen a meccsen már ez a 12. úgyhogy. Oké, okay, figyelj, te megmutattad, hogy így is lehet, holnap majd egy hallgató vagy javít, vagy hozzád igazodik, hát meglátjuk, jó? Ja, jó. Milyen kutyák ugatnak a te kutyáid egyébként közben? Nem, a szomszédi. Picit ők is beleélték magukat a helyzetben. Igen. Ramin, köszi, mi szerettük az elejét, hát a végén egy gólörömöt, nem még meg ezt megfejelted volna, óriási lett volna, így marad bennem némi hiányérzet. Hát jó van. Köszi. Ciao. Én köszönöm. Hello. Szia. Pedig nagyon ígéretesen indult nekem, de komolyan ott voltam. Az tehát elején az elején volt, nagyon nagyon jó volt. Én nem voltam egészen ott az elején se, de értem, mit mondasz. De jól alakult. Egy jó alap volt.
amiből lehetett volna valami, érted? Próbálod menteni a helyzetet. Jó, drága hallgatók, erről szól a játék. Tehát ezt ma megmutattuk, a hétfő az mindig így indul, kicsit ugye nehezebben, de holnapra már tudjátok, hogy milyen hallgatókat keresünk, hogy kell ezt a játékot játszani, és mi hiányzott most a végéről, amit aztán oda kell tenni. De most komolyan. 600 decibellel. Nehogy már tényleg mi lelkesebbek legyünk, mint a játékos. Jó, mikor, hát ez egy ilyen próbajáték volt. Mi alapból ott leszünk. Azt gondolom, nem Raminna. Azt gondolom, hogy nem Raminna megyünk Barcelonában. Nem? Ha igen, akkor a többi játékos nagyon rossz lesz. Jó, gyereket, hát már csak négyeteknek kell megküzdeni. Én azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy sikerült. Oké. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó, mert hogy még van egy best of-unk is. Nagy gólöröm után. Fölhívtunk kora reggel egy nagyon helyes tanárt, Tibort, aki csinált egy érdekes kísérletet az ő diákjaival, megkérte őket, hogy egy óra alatt küldjenek neki annyi SMS-t, amennyit csak tudnak úgy, hogy ne vegye észre, mert kíváncsi volt arra, hogy mi történik valójában a diákokkal a pad alatt, amiről a tanárok nagy része mit sem sejt. A kísérlet megdöbbentő eredménnyel zárult, fölhívtuk és elmondta, hogy annak ellenére, hogy az elsőt elkapta, büszke volt magára, utána mégis mivel kellett szembesülnie. Nagyon-nagyon jó dolgokat mondott. És volt egy nagy veszekedés, ami átívelt szinte az egész adáson, mert hogy így, hát János már egy picit rosszabbul hall, Feri is úgy látom, hogy így 50 felé már azért egy kicsit így kezd elfogyni a hallásuk. Hát ez ma vagyunk. Valaki beszél. Itt van már a játékos, most játsszuk a gólörömet. Szerintem könnyű kérdés. Szóval összevesztünk a fekete-fehér igen nemen egy picit hosszabban. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ennyi, ez picit öncélú volt, de sem. De nem baj, ennyire fontos az igazság. Igen, sajnos néha az ember muszáj, hogy kicsit magával foglalkozom, mert köztünk ez egy komoly harc, ez egy presztízs harc, és hát ilyenkor félre kell tennünk azt, hogy a hallgatókért. Tudjuk, hogy ez nem megszokott a magyar közéletben, de nekünk fontos a becsület. Csabi, hello, jó reggel! Feketén-fehéren hallatszott. Legalábbis én nem hallottam, hogy mondtam volna. Én a Balázsral vagyok most. Én sem hallottam, de jó. Na, biztos tetszeni fog majd a szám, amit ajánlasz neki. Igen, ezért már előre. Jó, persze. De én voltam kint a Majárison, igen. A május elsőjén? Igen. Igen? Igen. Az Zockóknál, vagy hol? Nem, a keresztúra, Rákos keresztúra. Képzeljétek el. Fölengedtél négy vörös lufit? Az elmúlt 10 évben valamelyik Majárison biztos ott voltam a színpadon, műsorvezető vagy fellépő. Most közönségként mentem ki a Rákos keresztúri. Sör, virsli, minden. Hát virsli nem volt, de sör volt. Animal Cannibals koncerttel. Jó. Király volt. Berekedtől sok kiabálást, hogy mersztatok már le a sinekről, indulni szeretnék. Nem, de azt énekeltük, hogy ülünk a vonaton. Jó van. Na, hívjuk gyorsan nap hallgatóját. Arra gondoltam, hogy mi lenne, amivel nagyon komoly a tét, csak amíg nem keverjük adásba, addig, ha valaki a Barca játékosnál holnaptól kezdve kezdtelenül veszi föl a telefont, rátesszük, elköszönünk, hogy szia, nem, te is kész. Jó? Tökéletesen. Jó, teljesen. Figyelj, ez nem azért egy bögre, mondjuk egy bögre se kevés dolog. Tanítsd meg őket. De hát azért. Igen, ez egy fantasztikus eremény. Én nem is értem. 90 ezeres egyébként a Barca. Jó, már tudom, 100 ezer már. 105 lesz, most újítják fel. Ha azt mondta volna a végén, hogy Real Drucker, akkor értem a kedvetlenséget, de hogy... Morning Show! Ez bizony, az utolsó utáni pillanatban már nyúltam, hogy... Igen. Ugye te is írtál a srácra, amikor is ő ugye megpróbálta a gólörömet eljátszani, nem sikerült, mert csak az hiányzott. Majd a kutyák elkezdtek ugatni a megszólás végén, szenzációs volt, de pedig annyit írtál, átpattant a labda a szomszéd kutyáidól. Nagyon szerettük. Nagyon szerettük. Hogy hívnak? Norbert vagyok. Norbikám, hello, te vagy a nap hallgatója, gratulálunk nagyon neked. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Jó? Van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, és küldünk mi is neked egy szép kis ajándékcsomagot. Szuper, köszi, ciao. Hello, hello. Szia. Hello. Na, te tényleg, szóval, hogy ott lehetsz 90 ezer emberrel együtt egy Barca meccsen. Ha nem vagy Barca rajongó, csak sport szerető, ez akkor is óriási élmény. Tehát erre szerintem a Real Druckerek se legyintenek, vagy senki, aki a spanyol focit szereti, de mondjuk Atletico Drucker, azt mondja, hogy Jézus, egyszer azért ott állni 90 ezer katalán mellett, az óriási élmény. Tehát ha valaki holnap tényleg azt mondja erre a játékra, hogy halló, oké, ne arra, hogy mi vagyunk, de mégse szíves, hívunk valaki mást, jó? Tehát a kezdetektől kell egyfajta lelkesedés nekünk, mert ide unott hallgatót mi nem viszünk el. Csak olyat, aki tényleg
hallatszik, hogy sportrajongó, vagy futballszerető, vagy csak egyszerű civilként szeretné átélni élet egyik nagy élményét, úgyhogy egyébként még a focit se szereti, de tudja, hogy mekkora dolog ez. Hát figyelj, én azért tudjátok, hogy nem vagyok egy nagy én ezt úgy a hideg várom. Fog rázni. Igen, hát 90 000, 98 000 ember, nem tudom, tehát hogy azért figyelj, az egy marha nagy borsozni fog a hát azt én hát voltam ilyen, nem Barszára elmeccsen, ha nem vagy rádrukkel is, akkor itt elsírod magad, meghatódsz, és olyan szintű élmény, hogy egy életre megmarad benned, amikor lengetik a fehér zászlót a Real meccsen, és 60 000 ember énekel, szóval a hidegráz, de tényleg elképesztő, elképesztő. Az nem lehet, hogy most én is a stáb része legyek? Nem. Tehát, hogy... nem. Szívesen, Csabi, de nem. És nyerni lehet? Hát, úgy fogom felni, halló! Tegyél egy zsebkendőt a telefon elé, hát nem ismerjük meg angolat. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Meg támogatom én ezt az egész játékot, na. Mert ennek volt egy promója, egy felvezetője. Múlt héten így van. És ebben volt egy zene, amit nagyon-nagyon sokan kérdeztek, hogy mi szól alatta a barszás játék alatt. Kérlek szépen, Szigala, John Newman és Nile Rodgers közös dala, ez a Give Me Your Love, és ezt le fogom nektek játszani. Jó, csak Szigala? Hogy kicsit támogassam ezt az egész barszását. Szigala. 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 Egy DJ. Jó. Egy zenei producer. John Newman-t ismeritek, hiszen már ezerszer ajánlottam. A Nile Rodgers... A Nile Rodgers pedig a Chic nevű egy híres, híres diszkó zenekarnak a Grammy díjas gitárosa. Jól van, Csabi, meghallgatjuk. 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek Csabitól sok-sok jó dalt, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Hello, csak, sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.